Ismét itt vagyunk, én Hajnal Gyöngyi vagyok, a PDF Állat és Környezetvédelmi Alapítvány alapítója, Kuvasz Kennel tulajdonos, gyönyörült Kuvasznak a gazdája. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Capcon videokonferenciák következő alkalmán, advent harmadik vasárnapján, ezen a szakrális, mélyen szakrális ünnepen, és megtisztelve érzem magam, három hölgy társaságában vagyok jelenleg most adásban. Az egyik Biszkontini Izabella, és köszöntöm őt nagy szeretettel. Sziasztok! Szia! Buzogány Ágnes. Sziasztok! Szia! És Tóth Marcsi. Szia! A hölgyekről már nagyon sok mindent elárultam, miközben beszélnek, még sokkal többet el fognak mondani magukról. Én csak annyit szeretnék előjáróban, hogy miért is hívtam ezt a három hölgyet pont a mai beszélgetésre. Én úgy ismertem meg mind a hármójukat, aki rendkívül elkötelezett a pásztorkutyák irányában, de mégis ízig-vérig nő tudott maradni. Sokszor felvetődik a kérdés, hogy vajon egy olyan műfajban, mint a pásztorkutyázás, ami alapvetően férfiak kedvelt sportja, kedvelt irányzata, hogyan is kerülnek ide a nők? És végül is a mai alkalomra időzítettem ennek a kérdésnek a feltevését. És erre pontosan a mostani időszak, az advent harmadik vasárnapja szolgáltatja az alapokot. Engedjétek meg, hogy pár szóban összefoglaljam a pásztorkutyákra vonatkozó misztérium részt mindebből. Ugyebár a kis Jézus születésével és azzal a szakrális szituációval mindannyian tisztában vagyunk, ami a fény megjelenése és az isteni gyermek megjelenése, mint földi szimbolika között fent áll. Tisztában vagyunk azzal is, hogy ennek a gyermeknek anya van, és kettőjük nem csak szimbolikus, de tényleges egysége is az, ami megtestesíti a szakralitás mély lélektanát ebben az időszakban. És bizony, egy másik szereplőkör, egy másik archetipus gárda jelenik meg, akik az egyetlenek a világban, minden létező ember közül, akik képesek észlelni ezt a mély metafizikai valóságot, és ők a pásztorok. Nekünk pásztorkutyáink vannak. A pásztorkutya minden kultúrhagyaték szerint egy rendkívül magas minőséget szerepeltet. A népi magyar hagyományban a kutya alapvetően a pásztorkutyával egyenlő fogalom, hogy tovább menjek. Tehát igenis, nagyon is helye van ennek a kérdésnek, és a pásztorkutyáknak nagyon is helye van ezen az ünnepen, a szakrális ünnepkör részeként. Noha kevéssé szoktuk említeni, de mégis helye van itt. Csak ennyi rövid összefoglalóként és bevezetőként. Úgyhogy még egyszer szeretettel köszöntöm a hölgyeket, és az első kérdésem azonnal fent áll. Milyen pásztorkutyás nőnek lenni? Akkor elsőnek szóljak én. Sokat gondolkoztam amúgy ezen a kérdésen, hogy miért pont a pásztorkutya kutyára esett a választásom, de lényegében az van, hogy én a kutyát azért tartom, hogy örömet okozzon nekem, ugyanakkor megkönnyítse az életemet, és mivel nem csak kutyáim vannak, hanem más állatok is, ezért fontos az, hogy vigyázzon az állataimra. És valahogy úgy jutottam idáig, hogy pásztorkutyáim lettek. Azért is van vadászkutyám is, de valahogy ők voltak azok, akikkel így teljesen ilyen összhangba tudtam élni. Tehát velük találtam meg azt az összhangot, amire szükségem van ahhoz, hogy jól érezzem magam. Ne kelljen folyamatosan figyeljem, meg annyit azért jó, hogy kell velük foglalkozni, nyilván sok időt vesznek igénybe, de nem olyan, mint mondjuk egy vadászkutya, aki folyamatosan azért ott kell legyen. Van egy spánielem is, aki mindjárt 16 éves, ő azért teljesen más. Pásztorkutya meg úgy békében van azzal a helyzettel, ami neki ugye a feladata, ott van, el van az állatokkal, figyel rájuk, ugyanakkor rám is figyel, tudja azt, hogy mikor kell mondjuk odajönni, igényli a társaságomat, de nem annyira. Tehát valahogy nekem ez volt, ami miatt rájuk esett a választásom. Ugyanakkor nagyon intelligens kutyáknak is gondolom. Tehát
különösebb így nevelést, nem is mondhatom, hogy nevelem őket. Inkább együtt élek velük, úgy tiszteletbe tartom azt, hogy ők mire születtek, mire van szükségük, és úgy látom, hogy ugyanezt adják vissza nekem, amire nekem van szükségem. És nekem ez nagyon tetszik. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon jó együttélés van velük. Tehát megkönnyítik az életemet, és nagyon sok jót adnak. Nem is tudom azt mondani, hogy van valami problémám velük. Ami miatt, bár akár kellemetlenség, ugye egy sokat ugató kutya megint zavar, vagy az állataimat megölni, az megint zavarna, vagy tehát bármi. És hogy tudom azt, hogy ha ugat, akkor van oka rá, hogy ugasson. Hogyha valami olyat csinál, akkor tudom, hogy ő tudta, hogy azt miért csinálta. Nem kell gondolkozzak, hogy most vajon miért ugat a kutya. Tudom azt, hogy mikor jár a medve, mikor jött a szomszéd, mikor melyik szomszéd jött, vagy mikor jöttek a barátok. Tehát ez nekem nagyon sokat jelent, hogy nem kell örökké figyeljem azt a kutyát. Eleve nem vagyok az a pátyolgatós típus, tehát mindig mondom, hogy nálam ilyen túlélő tábor van. Én imádom őket, de úgy kutyaként. Tehát nem csinálok belőlük se gyerekeket, se babákat, se semmit. Ők kutyák. És én ezt nagyon szeretem bennük. Na, de nem tudom, hogy még így erről mit tudnék mondani. Hát nagyjából nekem ennyi. Köszönöm szépen. Kérdezek még majd úgyis. Közben nem nagyon hallok. Úgyis kérdezek majd még, azt mondtam. Lehet, hogy nem kapcsoltam be a mikrofon. Oké. Okay. Jó. Jó, akkor most én következek? Igen. Jó. Mi, amikor elkezdtük a pásztorkodást, akkor egyértelmű volt, hogy meg kell teremteni a munkakörülményeket. Ehhez ugye hozzájárt az, hogy megkeresni az embert, a pásztort és a kutyákat. Tehát úgy kerültek ők az életembe, mint munkatársak. Mindaddig, amíg a pásztort irányítani kellett, a munkáját, hogy elvégezze, holott tudni tudta, de irányítani kellett, őket nem kellett. Tehát nekem ők egyfajta társak. Ők elvégzik ösztönösen maguktól azt, amit tenniük kell, és onnantól kezdve béke van. Ugyan jóval ez szakmai ártalom, és ez sajnos én is belátom, ezt nem szabadna tenni, hogy őket megszeretni annyira. Úgy, ahogy egy főnök is meg tudja szeretni valamelyik alkalmazottját, de nem helyes az, hogyha őket teljesen a szívünkbe zárjuk. Nagyon nagy a veszteség közöttük, és ha valamelyik oda veszik, akkor jön a sírás, rívás. És nőként ezt érzékelem, ettől nehezebb nőként pásztorkutyázni, hogy mi lelkisebbek vagyunk. Tehát mi sokkal jobban fájlaljuk egyik-másiknak az elvesztését. Hajlamosabbak vagyunk beleavatkozni olyan dolgokba is, ami az ők életükhöz tartozik, de mi azt nagyon nagy tragédiának és nagyon nagy drámai jelenetnek érzékeljük, ami nekik normális. És mindaddig, amíg úgymond ezt egy férfi végig tudná nézni, addig lehet, hogy én sopánkodok és visítozok, és szeretnék beleavatkozni. És történt is meg, elkövettem ezt a hibát, hogy beleavatkoztam egy falkaharcba, és én jöttem ki egyetlen áldozatként belőle. Én kaptam a legnagyobb harapást. Nem kellett volna ott lennem, csak egyszerűen sajnáltam azt, amelyik épp veszítésre állt. Mert túl közel engedtem a szívemhez. Ez az ők életük. Ezt ők végzik. Ők tudják, hogy kell csinálni. És tényleg sokszor jó kimaradni. Ez olyan, mint a kocsmai verekedés. Ha nem szólsz bele, akkor nem esik bántódásod. Nőként ettől másképp pásztorkutyázni. Igen, köszönöm az szépen. Az a baj, hogy... Bocsánat. Jó. Nem csak akartam egy kérdést föltenni, ugye mind a ketten elárultátok, hogy ti gazdálkodtok is, tehát a kutyák nálatok mind a kettőtök abszolút egy munkahelyzetben vannak, tehát munkatársak is. Ugye Áginál és Izabellánál is közép-ázsiai juhászok is vannak,
illetve ha jól tudom, akkor Áginál talán nem, de Izánál igen, kuvasz is van. Ez fontos ez az információ, és fontos, hogy milyen kihívásokkal küzdenek a kutyák nála. Tehát mi ez a munka konkrét? Nálam most már megváltozott a munkakör, ugye amíg kint voltunk Erdélyben, addig küzdöttek a nagyvadak ellen is. Itt most már nagyvadak nincsenek, itt konkrétan a csorda figyelése, őrzése a feladatuk. A nagyvadak itt konkrétan két lábon járnak most már. Mivel hidegtartásban vannak a tehenek, ők éjjel-nappal kint vannak egy 9-10 hektáros területen. És ez a terület, ez ugye éjjel emberi szem által nem belátható. És nekik ez a feladatuk, hogy őrizzék, védjék, jelezzék, ha gond van, megvédjék őket. És most már ügyesen beavultak abba is, hogy segítenek a csorda terelésébe. Bár nem ez a fő feladatuk, nem is csinálják profi módon, de sokszor van olyan, hogy egy-egy bevadult állattól bizony meg kell mentsenek, és akkor nagyon jól jön a segítségük. Köszönöm, Iza. Hát nem munkatársak, ugye, hanem nekem csak annyi, hogy egyszerűen támogatják azt az életmódot, ahogy élek. Ott élnek velem. De nekem hobbiból vannak állataim, többnyire ilyen kis állatok, nyuszikák, malackák, galambok, tyúkok, kacsák, hát mind ilyen kisebb háztáji állatok. Néha kerül, volt őzikém, akivel szintén együtt éltek, vagy van egy-egy beteg bárány, amit behozunk a legelőről, akkor nyilván rá is vigyáznak, de nem, tehát nekem inkább ez egy hobbi. A másik, amit nem értek Ágival egyet, hogy nem szabad őket megszeretni. Nem. Itt csak arról van szó, hogy mi ezt kell tudjuk, hogy ez a kutyázással együtt jár, hogy sajnos nem mindig öregségbe pusztulnak el ezek a kutyák. Szerintem inkább magunkat kell megerősítsük, nem az, a kapcsolatunkat ne engedjük, ne hagyjuk, hogy elmélyüljön. Tehát nekem mindegyik kutyámmal nagyon... nagyon közeli kapcsolatom van. Én imádom őket, nagyon szeretem. Sokszor elmondom nekik, van, hogy énekelek nekik, hogy mennyire szeretem őket, de nekem is volt olyan, hogy idő elveszítettem kutyát. Én már megtanultam ezzel együtt élni, ezzel a úgymond fájdalom, de tudom azt, hogy ez a fájdalom, ez azt a sok jót, amit ad egy kutya addig, amíg él. És valójában én azt hiszem, hogy inkább magunkat kell megerősítsük. Nem inkább megvédeni magunkat azáltal, hogy nem hagyunk ilyen, akár egy pásztorkutya és egy gazda közötti kapcsolatot elmélyülni. Csak nagyon jellemző ez a mai világban, hogy az ember kivédje úgymond az lelki fájdalmat, inkább nem enged magához közel, akár egy állatot is, amivel én nem értek egyet. Köszönöm szépen. Marci, neked egy teljesen más fogáspontod van. Te ugyebár egyrészt kuvaszos vagy, másrészt pedig van neked egy Facebook oldalad, a Kincsünk a Kuvasz elnevezésű Facebook oldal, ami rendkívül népszerű. De korántsem a munkavonalú bejegyzések azok, amik vezetik nálad a népszerűségi listát, hanem mondjuk azt a családi kutyás. A pozitív jellegű, a mosolygós jellegű bejegyzések azok, amelyek kedvetek, de van ott minden természetesen, csak talán ezekre reagál a közönség jobban. Tehát a kérdés akkor most kettős. Az egyik, hogy te, mint nő, hogyan éled meg a pásztorkutyázásodat. A másik pedig, hogy hogyan látod, hogy hogyan élik meg az emberek a pásztorkutyázást. Számomra ugye pásztorkutya biztonságot adja. A védelmet. Számomra a kutya igazából a nagy kutyát jelenti. Ez valahogy gyerekkoromból jött. Nekem is van egyébként két spánielem idősek, de számomra a kutya az egy nagy termetű kutya, akire rá tudom bízni a családot,
le tudom bízni a házat, az udvart. Tehát számomra ezt jelenti. Mert erre is valók egyébként, hogy védelmezzenek. Ami az oldalt illeti, tehát inkább azt mondanám, hogy laikusok vannak ott. Laikusok a tagok. Tehát vannak ott tenyésztők is, figyelemmel kísérik. Viszont ez volt az első olyan oldal, ahol a kovasztartók, vagy pásztorkutyatartók is megnyilvánulhattak. Tehát elmondhatták a véleményüket, megosztották az élményeiket, ugye a kutyájukról, a tartásról, tehát bármiről. Inkább ilyen mosolygós képek, tehát nagyon sok olyan bejegyzésre látható, vagy képek, amit beküldenek, hogy ilyen kanapékutyák lettek a pásztorkutyák a falvakon, nem is a falvakon, a városokon. Erről nem feltétlenül azok tehetnek, akik itt tartják a kutyáikat. Ugyanis, ugye megismerték a pásztorkutyát, aki jobban utána jár, az láthatja, hogy még ma is van eredeti feladatkörében, nem is eredeti, de olyan feladatkörben, amire ők szánva lettek. Ezekre a feladatkörökre a városokban nincs lehetőség. Abszolút nincs lehetőségre. És én azt vettem észre, hogy nem is a kutya ragaszkodik az emberhez, hanem az ember ragaszkodik a kutyához, és ezért vitte be a lakásába, ezért vitte be a házába, mert vele akar lenni. És szerintem ez egy hatalmas probléma, mert ez azért alakult ki, mert az emberek kezdtek eltávolodni egymástól. És ezek a pásztorkutyák olyannyira megfelelnek erre a célra, mert emberközpontulag, tehát fenomenálisak ebből a szempontból, mert régen is a családot védelmezték, és ugye most is a családot védelmezik mindenféle szempontból, és a családot is védelmezték régen, hogy tökéletesen megfelelnek erre a célra is. A kérdés az inkább, hogy jó-e ez. Hát igazából ezt mutatjuk be az oldalon, hogy most hogy élnek ezek a pásztorkutyák a városokban. Tehát akkor, hölgyek, mondhatjuk azt, hogy a kutyához fűződő viszonyunk az alapvetően egy érzelmi kérdés, és ebben tökéletesen megjelenik az, hogy mennyire vagyunk gyakorlottak abban, hogy egyébként a saját életünkben kutyától függetlenül hogyan kezeljük a saját értelmeinket, vagy mennyire vagyunk gyakorlatlan. Tehát ezt jól értem, hogy ezt lehet szerintünk mondani? Marci, be van kapcsolva. Nem hallottam jól a kérdést. Igen, igen, hogy... Nem, én sem hallottam rendesen. Elnézést, megismétlem akkor. Tehát, hogy azt lehet-e mondani, hogy alapvetően a szavaitokból valahogy nekem úgy szűrődött le, hogy a pásztorkutyáinkhoz alkotott, az ő hozzájuk fűződő viszonyunk alapvetően egy emocionális kérdés a mi részünkről. Nem egy belátott szakmai viszonyulás, vagy bármi egyéb alapú, hanem egy saját magunkból fakadó érzelmi viszonyulás, ami tulajdonképpen egyfajta kivetülése annak, hogy mennyire tudjuk gyakorlottan, vagy kevésbé gyakorlottan kezelni az érzelmeinket, vagy mennyire szoktuk meg, hogy vannak érzelmeink, és hogy azokkal valamit kezdeni kell. Ezt én jól értettem? Szerintem jól értetted. Tehát hiába a kutyát beengedjük nagyon a lelki világunkba. Ha mérgesek vagyunk, akkor ő azt átveszi tőlünk, érzi, tudja, hogy most ez nem a bújás, a simogatás ideje, tudja, hogy akkor most inkább elmegy, végzi a dolgát, nem kerül elénk. Ha bánatosok vagyunk, akkor tényleg oda jön, és akár egy cica úgy tud bújni, és úgymond tényleg lelkitársunkká válik. Maximálisan ott van mellettünk, és azt lesi, hogy nekünk milyen igényünk van, és ő azt ki kell elégítse. És ugye ez minket feltölt azzal, hogy ő nekünk valóban egy társ, és valóban ő egy közeli, ő az, aki tudja, mi bajunk van, ő az, aki megért minket. És hajlamosak vagyunk emiatt pont megfeledkezni arról, hogy
ő valójában egy különálló, egy egyedi lény, egy saját élete van neki, és megpróbáljuk mindenképp beleskatujázni őket a mi életünkbe. És ezt mondtam, hogy ez a baj, mert velem is ez a baj, hiába küzdök az ellen, hogy távol tartsam magam tőle, úgy is megszeretem. Megszeretem pont ezért, mert nekem is vannak rosszabb napok, jobb napok, és ő mindig mellettem van, a jobba is, és a rosszba is. Igen, de igazából, bocsi, beleszólok. Igazából pont ez lenne a lényeg, hogy őt úgy szeresd, ahogy van. És hogyha igazán szeretsz egy állatot, akkor például nekem volt olyan kutyám, amelyik folyamatosan kiárt az útra, mindenhova kiáll. És ha bezártam, akkor az neki kínszenvedés volt. És én ezt elfogadtam, hogy ő ilyen, neki menni kell. De mindent megpróbáltam. És a végén az lett a veszte, hogy elütötte az autó. De azt mondtam, hogy legalább az az élet, amit addig élt, nem volt könnyű, a kezemben pusztult el. És azt mondtam, hogy legalább amíg élt, addig úgy élt, ahogy ő szeretett volna. És szerintem pont ez a lényeg, hogy mindent úgy szeressünk, ahogy neki jó, nem ahogy nekünk jó. Nyilván én is szeretném, hogy közben bevigyem a középázsiaimat, és bebújjon mellém az ágyba. De ő ezt nem akarja. Tehát ő kint akar feküdni a szalmába, bemegy még közben a tyúkokhoz, egyet szétnéz, ellop két tojást, az neki teljesen megfelel, közben elé jön a házhoz, megnézi, hogy ott vagyok-e, bekukucskál az ablakon, és ennyi. De pont ez a lényeg, hogy mindent úgy szeress, ahogy neki jó, nem ahogy neked jó. Csak ehhez szerintem nagyon erősnek kell lenned lélekben is, hogy valakit vagy valamit úgy szeress, ahogy ő van. Ez így igaz, pont ezt mondtam én is, Iza, hogy tudom, és ezt tiszteletbe kell tartani. Ugyanígy a szökős kutyáról ugyanígy volt nekem is. Két testvérkutya volt, az egyik mindig itt volt mellettem, mindig morgós volt, mogorva volt. Ő nem szerette, ha simogatták, akkor haragudott, mikor bújtam hozzá. A másik, ő meg azt szerette, hogy örökké menjen, világot lásson, mindent bejárjon. És én ezt elfogadtam náluk, és kiálltam azért is, amelyik folyamatosan útba volt valamire. Én levédtem a társadalom előtt, mert tudtam, hogy neki az az élete, neki mennie kell. Ő, ha itthon kell üljön egész nap, hiába ott van a 10 hektár, ő azon megbolondul, ő el kell menjen a szomszéd juhászatba, ott meg kell nézni, hogy mi történik, minden rendben van-e, fel kell térképezze a környéken, hány tüzelőszuka van, hál' Istennek az utódai az egész faluba megtalálhatók. És nem is köttem meg soha, inkább szembe mentem a társadalommal, érte, hogy levédjem. Köszönöm, Marci. De hogy látod ezt az érzelmi viszonyulást? Ez mennyire, hogyha az ember élesen fogalmaz, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy önzés? Végül is? Mondhatjuk. Mondhatjuk szerintem. Nyilvánvalóan nőként több érzelmet viszünk az állatok felé. Ez nem feltétlenül jó nekik. Viszont lehet, hogy ők is jobban megnyílnak felénk ezáltal. Temészre. Tehát olyan kapcsolat alakul ki közöttünk, ami egy férfival lehet, hogy nem alakul ki. És nem régiben olvastam a dr. Ocsad Imrétől, hogy egy férfitől bántalmazott kuvasz, most vegyük kutyát, vehetnénk, egy nőt választva a vezérnek. Hogyha egy férfitől ugye bántalmazom, de egy nőt fogad el falkavezérnek, és mert lehet, hogy abban biztos, hogy egy nő, tehát az a rezgéseivel, az érzelmeivel, ezt így megérzi ez a pásztor kutya, hogy indokolatlanul nem lesz bántva. Ezt olvastam tőle, és van benne valami szerintem. Köszönöm szépen, igen. Féljetek, hölgyek, olyan sokszor följön különböző beszélgetésekben, szerintem ti is találkoztatok a gondolattal,
hogyha mondjuk egy kutya kiállításon vagyunk. Ez ennek egy eklatáns példája, mert egyrészt gyakorta előfordul, másrészt pedig ott mindenki olyan jól látszik, hiszen fölvonulunk a kutyáinkkal jobbára. Hogy a pásztorkutyák esetében vannak, akik úgy vélekednek, hogy talán, hogyha férfi vezeti fel ezeket a kutyákat, hogyha férfi a tulajdonos, ha egy férfi áll mellette, lett legyen ez akár egy terelő pásztorkutya, vagy akár egy őrzővédő fajta típusú, akkor is talán valahogy az a kutya jobban mutatna. Ez valóban egy ilyen karakteres, esztétikai különbözősége, vagy tulajdonképpen egy megszokott dolog, hiszen hogyha a népi hagyományt nézzük, akkor a népi hagyomány, amikor konkrétan említi a kutyát, akkor általában egy férfi társaságában. Elenyésző az az esemény népmesében, itt ott, mondában, amikor egy nőhöz kötődik a kutya, a pásztorkutya. És a kutya az mindig pásztorkutya is. Tehát valószínűleg, aki egy az egyben nézi ezeket a folklór megjegyzéseket, az könnyen arra a következtetésre juthat, hogy férfi egyenlő pásztorkutya. Tehát ez tényleges esztétikai élmény, vagy esetleg itt valami más van, hogy jobb egy férfi egy pásztorkutya mellé, mint egy nő. Vagy nem értünk egyet az egésszel. Hát én azt gondolom, hogy ha megnézünk egy kiállítást, a handlerek nagy része már nő, vagy fiatal lányok. Tehát szerintem ez abszolút megváltozott. Régebben, hát most nem akarok ebbe belemenni, hát nyilvánvalóan a férfi csinál több minden dolgot, úgymond elég jel volt nyomva a nő. Viszont szerintem esztétikusabb, ha egy nő vezeti fel. Kiállításokon azért azok a kutyák nem úgy viselkednek, mint otthon. Tehát visszafogottabbak. Tehát nem kell mellé az a markáns erő, amit a férfi mutat. Tehát elegendő szerintem a női felvezető, vagy a női szerep ebből a szempontból. Tehát szerintem fogadott és jól is mutat, hogyha egy nő a felvezető. Akkor én is beleszólnék ebbe. Szerintem itt az esztétikára visszatérve, hát attól függ, hogy milyen az a nő, vagy milyen az a férfi, aki ott áll a kutya mellett. És igen, többször van szó erről, hogy egy kutya kiállítása nem olyan, mint otthon. Hát nyilván, hogy nem érzi magát úgy, mint egy udvaron, ahol éli a hétköznapjait. De viszont elég sokat elmond egy kiállításon a kutyának a viselkedése arról, hogy milyen a viszony a gazdával. Mert én azt látom, hogy nem tudom, én sokszor elmondom, hogy nem hiszem, hogy annyira szerencsés legyek, hogy mindig jó kutyákat fogok ki. De én, ha elviszem a kutyámat egy kiállításra, ő nem problémázik. Ő tudja, hogy én nem akarok neki rosszat, nem viszem rossz helyre. És ebből a bizalomból adódóan nagyon jól viselkedik bárhol. Tehát nem veszem észre azt, hogy fél. Van olyan, hogy már unja, de akkor már én is unom. Tehát akkor már mind a ketten unjuk. Úgyhogy ez az én véleményem. A másik az, hogy pont ezért mondtam, hogy nem is hagynám, hogy nagyon a gazda úgymond így beállítsa azt a kutyát, vagy bibelődjön vele, mert ezáltal megmutatkozik a jelleme. Tehát, hogyha nem nyúlsz hozzá a kutyához, ő pontosan tudja azt, hogy ő hogy kell viselkedjen. Kéne tudja, szerintem. Tehát nem az van, hogy én bemegyek, ott kell neki lelkitámaszt, meg mit tudom, mert azért a kiállításnál élesebb helyzet, amikor az erdőbe szembe megy a medvével. Tehát ott megint nem vagyok én ott, hogy kezdem pátyolgatni, húzd ki magad, lássa az a medve, hogy kemény vagy. Hát ezt nem lehet. Látom, hogy itt van Ág is, úgyhogy szóljál bele. Na jó, akkor elmondom én is. És sose... Halló? Hallunk? Jó, sose jártam a kutyáimmal kiállításra. Tehát én tényleg munkavonallal foglalkozok. Sétálni tömegbe voltam. Tegyük fel, hogy egy és ugyanaz a helyzet. Azt vettem észre, meg úgy, amit megfigyeltem kiállításon is. Ha nő vezet fel egy kankutyát, a kankutya
sokkal büszkébb, sokkal erősebb a tartása, mert megvan benne az, hogy ő egy törékenyebb testet kell védjen. Erősebb benne az őrző-védő ösztön olyankor. Úgy érzi, hogy attól a tömegtől meg kell ő védenie a gazdát. Jobban kihúzza magát, jobban kiadja a kanos tulajdonságokat, amitől ő ugye egy úgymond külső szemmel nézve ő sokkal szebb. Míg ha ezt egy férfi mellett végzi, akkor elengedi magát, tehát nem érzi annyira, hogy neki most védenie kell. Ők ketten elmentek a gazdával, egyet fordulnak, aztán annyi. De amikor egy nő mellett van, tényleg akkor most ő úgymond a testőr, ő ott ki kell álljon, kihúzza magát gyönyörű szépen, úgy, ahogy neki meg kell állnia. Ha viszont szukát vezet fel nő, akkor az egész átalakul egy ilyen csajozós, plázázós dologba, hogy akkor már menjünk, és akkor megnézzük azt is, és akkor kifelé is nézünk, és befelé is nézünk. Tehát egy ilyen sokkal lazább, szétszórtabb együttműködésről van szó olyankor. Én ezt vettem észre. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert nekem is van mind a kettőből élményem kellő mennyiségű a ringben is. Én szeretek felvezetni, hozzáteszem. És emlékszem most hirtelen vissza azokat a kankutyákat, akikkel itt éltek az udvaromban, és őket vezetgettem föl, és valóban mondasz valamit, és most van 2,5 éves szukakutyám, akik szintén ringben aktuálisak jelenleg, és valóban igazad van, egy kicsit plázázós hangulata van a dolognak. Zárójelben megjegyzem, hogy én nem szeretek vásárolni, én azon kevés nők közé tartozom, akinek a háta közepére nem kívánja az ilyen típusú élményeket, de néha nagyon muszáj megtenni. És valóban ezért néha egy kicsikét egymásnak is feszülünk a szukáimmal. Így van, igazad van. Igen, köszönöm szépen. Van esetleg még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Marcséza? Igen, én. Nekem pont egy szukka kutyám van, amit most hordok kiállításokra, és én nem ezt tapasztalom. Tehát én azt látom, hogy amikor mellettem áll egy, hogy ő tudja, hogy mi nem azért mentünk oda, hogy én ott bajba vagyok. Nem azért áll mellettem, mert ő meg kell védjen. Ő csak elkísér engem oda. Biztos, hogy nem érti, hogy mi ez az egész, hogy miért kell a fogát megmutatni, meg hogy miért kell megállni. Ő csak követ engem, amit egyébként is mindig csinál otthon is. Tehát kimegyek a kapun, kijön. Bemegyek, bejön. Ha bemegyek a házba, mondom, oda jön az ablakhoz, felmászik kint az asztalra, és kukucskál be, hogy mit csinálok bent. És ugyanezt csinálja a kiállításon is. És én nem tudom, mondom, az enyémről beszélek, mert ugye a szomszédéről nem mondhatok véleményt, de én azt látom, hogy ő büszke arra, hogy ő ott van a gazdájával, részt vesz valami, ugyanakkor büszke arra is, hogy ő az én gazdám, tehát én ezt látom, megint ott vagyunk, hogy a kapcsolat ugye a kutya és az ember között. A másik, amit gondolok, hogy ők nagyon nagy érzékük van arra, hogy ismerjék, vagy megismerjék azt az embert, akivel együtt élnek. És annak függvényében megy ez az egész viszonyulás. Na, hogy is fogalmazom ezt az egészet? Kiállításokon én ezt látom, hogy ő azt, nem kell azt érezze, hogy ő ott megvédő. Nem azért húzza ki magát, mert meg akar védeni, hogy nagyobbnak tűnjön. Azért húzza ki magát, mert ő büszke. És jól érzi magát ott, ahol van. Teljesen más, amikor feszült. Én látom a kutyámat, hogyha elmegyünk mondjuk sétálni, és szembe jön egy másik kutyafalka. Tehát ott, ahogy ő ott kihúzza magát, az egy más típusú, úgymond, kihúzás. Tehát ő ott már ugye a szőre is, a hátán felborzolja a szőrét, feszült az egész teste, teljesen más. A mozgása is nem olyan könnyed, olyan mereven lépked, morog hozzá, de egy kiállításon ennek nyoma nincs. Tehát én az enyémben elmegyek olyan nyugodt, olyan laza, hogy jó, nem szereti azt, ha valaki eljön, de azt sehol nem szereti.
de nem reagál agresszíven senkire. Tehát én nem látom ezt a védést, amit ti mondtok, de hát nyilván mindegyik kutya különbözik. Én nem teljesen így értettem, de Ági ki fogja javítani, hogyha ő máshogy. Úgy értettem én ezt az utalást, hogy nem megvédeni akar engem a bírótól, vagy a többi kutyástól, vagy bárki mástól úgy, hogy most akkor ugorjunk neki, harci jelenet van, hanem alapvetően úgy, hogy macskaköröm közepette, kicsit olyan pasisabb lesz, tehát valahogy úgy jobban érzi, hogy ő rá szükség van, hogy ő, az ő hangsúlyának most úgy helyzete van, és ezért egy picit jobban szemben hordozza magát. Én ezt így értettem, de nem láttam én magam sem támadó jelleget ebben. Szóval nem tudom, Ági, hogy gondolja. Gyöngyi, jól értette, teljesen jól értette, tehát nem arról van szó, hogy támad, hanem mind ez a testőr, ez a kihúzom magam, mutatom, hogy itt vagyok. Jól értetted. Igen, köszönöm szépen, de nagyon jó, hogy Iza ezt megkérdezte, mert elképzelhető, hogy akik minket hallgatnak, azok között is máshogy csapódott le ez a válasz. Most akkor az alapkérdésem, amit a beszélgetésünk meghirdetésekor is kiírtam, hogy mi szerintetek a pásztorkutyás karakter? Tehát ti mit kerestek, amikor arról van szó, hogy jó, akkor szeretnék egy pásztorkutyát? Milyen legyen az a kutya? Mi a pásztorkutya? A pásztorkutya az mindig egy bizonyos arany középút. Az, aki se nem az emberölő, de se nem ez a cukimuki. Egy arany középút, aki mindig képes belátni egy helyzetet, egy helyzetnek megfelelően, döntést hozni saját magától, és cselekedni, és ez mindig helyes legyen. Tehát mondok erre egy példát. A pásztorkutya például, ha jön hozzánk valaki, és én a kapun beengedem, és ő látja, hogy én azt az embert fogadom, akkor kész onnantól kezdve félremegy, esetleg figyel messziről, de nem az, hogy végig őrjöng, végig ugat, végig támadni akar, mindaddig, amíg az az ember ott tartózkodik. De ha én nem akarom beengedni, akkor valóban ő is megtesz mindent azért, hogy az nehogy bejöjjön. És akkor ez csak egy példa volt rá. Igen, akkor itt le is sarkítottuk a kérdést az őrzővédő pásztorkutya típusra, ugye? Tehát alapvetően arra gondoltunk akkor ebből a szempontból. Én csak arra. Okay. Tehát jó van, tudom, hogy a terelőkutyák is pásztorkutyák, de nekem ők a terelők, nem a pásztorkutyák, ők a terelők. És nekik teljesen más feladatkörük van, teljesen másképp reagálnak, teljesen más lények. Ösztöneikben is. A pásztorkutya mindenek előtt őriznie és védenie kell. Mindenek előtt, mindentől. Azt, ami rá van bízva. Ebben benne van a gazda teljes vagyona, és a gazda családja. Jó, ha megengeditek, akkor erre a kettősségre visszatérnék, akkor erre a terelő, illetve őrzővédő pásztorkutya különbségre, ez másodjára jön föl, és biztos nagyon érdekes lehet, arra gondolok. De előtte engedjétek meg, hogy még Marcsit is megkérdezzük ebben a kérdésben. Tehát neked, Marcsi, mi az a pásztorkutyás karakter, ami tényleg az ideális, amire azt mondod, hogy na, ez az, kérem? Szóval azt jelenti, hogy alkalmazkodik ahhoz a környezethez, amiben élnie kell. És mindig előre helyezve természetesen a falka vezérve és a gazda akaratát. De tudom, hogy ezek a pásztorkutyák az önálló gondolkodásra is képesek, és fel tudják mérni mindig az adott helyzetben, hogy hogy kell dönteniük. Tehát itt ez szemben áll azzal, hogy most a gazdára hallgatok, vagy hagyj békén most gazda, mert én fel tudom ezt mérni magamtól is, hogy mi a veszélyes és mi nem. Hogyha kinnél a tanyán, tanyák mellett, vagy a tanyán.
Városban ez megint egy másik helyzet, de szerintem a jó pásztorkutya fel tudja mérni megfelelően az adott körülményekhez, hogy hogy kell viselkedni. Nem olyan. Köszönöm szépen. Ebből, amit mondtál, egy másik kérdés is följött bennem, amit beszéltél, hogy te rengeteg emberrel tartasz kapcsolatot a Facebook profilon keresztül is, a Kincsünk a Kuvasz Facebook profilon keresztül is. Nyilván ott is látsz egy sereg olyan esetet, amit említettél is, hogy talán nem a legszerencsésebb pásztorkutyatartás. De biztos vagyok benne, hogy tapasztaltál olyat is, hogy valaki városban él, akár egy kisebb kertes háza van, és mégis ott úgy érzed, hogy az a pásztorkutya, vagy azok a pásztorkutyák, akikkel ő együtt él, és a képeket ezekről küldi, és bejegyez nálad, azok mégis nagyon rendben vannak. Tehát mi a különbség? Tehát hol lehet megfogalmazni egy városi típusú életmód mellett, ahol szemmel láthatóan azért a magának a pásztorkutyának a személyes komfortja, a személyes, jó, kiegyensúlyozott mi volta, már megvan. Bocsánat, csak a kérdést nem hallottam, mert szakadozott. Semmi baj, megpróbálom megismételni, hogy rengeteg emberrel találkozol a Facebook profilodon keresztül, és ahogyan említetted egy korábbi hozzászólásban is, rengeteg olyan példát látsz, ami talán nem a legszerencsésebb. Ez a kanapékutyás dolog, ahol látszik, hogy valami nem teljes az összhang. De biztos vagyok benne, hogy számos olyan példát is látsz városi kutyatartóknál, akik küldik neked a képeket, a bejegyzéseket, ahol azért mégiscsak úgy érzed, hogy rend van, és valahol egy nagyon-nagyon klassz pásztorkutyatartás van. Tehát az hogyan néz ki városi környezetben? Igen, ez a kettőség megvan ott. Van, amelyik rendben van, ez tény. És én azt tettem észre, hogy azok vannak inkább rendben, így a családban, hogy nem csinálnak öllebbet ugye a kutyákból, az ilyen fajta kutyákból, ismerték a fajtát. És tegyük fel azt, hogy azt mondják, hogy a nagyanyánknak volt kuvasza, ismerjük, velük nőttünk fel, és amikor lehetősége nyílik rá, felnőtt korában már családdal, akkor ezt a kutyát választja. Tehát neki nem egyértelmű, hogy bentre való az a kutya. Tehát tudja, hogy mi a feladata. Ugye, hogy mire tartották régen, és ez eszében van. Hiába szereti jobban, hiába csinálna ő is belőle egy nagy ölebet, tudják a határokat, ugye. És hiába, hogy beengedik a kutyát, de akkor is azt mondják, hogy kint van a hely, és tudják, hogy mire van, és azért vettem, mert jó őrzővédő, és megvédi a családot. Tehát itt megvan ez az egyensúly, aminek meg kéne lenni mindenhol, ugye. Én ezt látom, hogy ők visszafelé is látják, hogy milyen volt ez a kutya régen, és ezt próbálják továbbvinni. Arra gondolsz, hogy egy koragyerekkori, vagy legalább egy tinédzserkori megfelelő élmény egy pásztorkutyával? Igen. Nem meghatározod, hogy felnőtt korban, hogy fog hozzányúlni ez a témához, vagy hozzányúlok-e egyáltalán? Igen. Mindenképpen. És hogy látod, hogy van azokról esetleg szó, vagy hogyha beszélgetsz, nyilván beszélgetsz néha azokkal, akik intenzívebben látogatják a profilodat, hogy mi volt ez? Tehát hogyan alakult? Nagymamának, nagypapának volt kuvasza, igen, de van-e más olyan példa, ami gyakran feljön? Hogy hogyan találkoztak ők azzal az egészséges pásztorkutyázási mintával, amit aztán ők is felnőttként tudnak vinni tovább? Hát nyilvánvalóan, akinek megtetszik, mert ugye már most azért eléggé hirdetjük ezt a kutyát, tehát népszerű, egyre népszerű. Azok utána néznek, hogy ennek a gyönyörű fehér kutyának mi a feladatköre, vagy mire tartják. Hát egyébként egy józanul gondolkodó ember, hát azért egy hatalmas fehér kutyát, aki rengeteg szőrt elhullat, hát nem tartja állandóan bent. Tehát szerintem ez így működne. De hogyha valakinek csak megtetszik, és utána néz, és nem ismerte korábban, az is utána néz, és ezért megfelelően tudja tartani. Tehát nem akarja megváltoztatni a kutyát csak azért, mert másképp látja a dolgokat. Más rossz példákat lát esetleg.
erre gondoltam, igen. Nagyon szépen köszönöm, én szerintem ezt nagyon fontos tudni, ugye mindannyian tudjuk, hogy rengeteg nézeteltérés van ezekből a helyzetekből, és azért jó, hogy most hárman vagytok, hárman egy másik aspektusból tekintve ugyanazt a kérdést, mások a tapasztalatok, talán itt sikerül mind az én számomra, magunk számára, de akár a hallgatóságunk, a nézőközönségünk számára is elgondolkodtatni, hogy igen, rendkívül talán nem is várt módokon születik meg egy-egy olyan élethelyzet, ahol ember és kutya tökéletes harmóniában van egymással. Elképzelhető, hogy ez könnyen létrejön egy természetes környezetben, egy természetvédelmi területen élve lakva, vagy akár pásztorkodva, de bizonyos esetekben ezek szerint létrejöhet városi környezetben is, habár nem teljesen erre kész, ugye? Még bocsánat, annyit hozzátennék, hogy egyébként, aki nem néz utána, és csak megvesz egy nagy fehér kutyát, sőt, még hogyha tenyészetből veszi, még ott sincs felvilágosítva, és véletlenül meglát egy olyan videót a Facebookon vagy a YouTube-on, hogy hogy élnek a pásztor kutyák például az esztenákon, hát elszörnyülködik. Tehát el sem tudják, vagy el sem tudjuk képzelni, hogy milyen hatalmas különbség van a városi kutyatartás és az esztenán való tartás között. Tehát óriási. Én nem azt mondom, hogy úgy kellene tartani, mint az esztenán, de azért ez a két véglet hatalmas szerintem. És azt a középutat jó lenne megtartani, valamilyen szinten legalább. Neked van konkrét olyan eseted, Marci, amikor valaki azzal keresett meg, amit most mondasz, hogy láttam egy videót, és atya úristen, az én kiskutyám ott ül az ajtóban kint a kiskertben, és most akkor mi is legyen? Tehát volt neked ilyen probléma? Tehát mit mond az ember? Gondolom tapasztalatból beszéltél. Tapasztalatot beszéltem, mert én is láttam ilyen videót. Még azt hiszem a Barta Laci egyik videóját láttam, amin nem elszörnyülködtem, mert azért utána jártam előtte, de azért tényleg fogalmunk nincs, hogy mi folyik ott, és hogy mennyire nagy szükség van ott a kutyákra. Viszont válaszolva a kérdésedre, volt ilyen esetem, talán a napokban, hogy valaki érdeklődött egy gazdára váró tovasz iránt, és el akarta vinni Erdélybe. És odaírta valaki neki, hogy hát ott nagyon ütik a kutyákat, meg hát miért ne vidd oda, mert ti nem becsültek meg a kutyákat. Nem éreztem jogosnak. Tehát azért nem azt jelenti, hogy minden kutyádat agyonvernek. Természetesen régen itt is agyonverték azt a kutyát, aki nem jól teljesített. Tehát utána vágták, mert nem végezte a dolgát. Nem tudják elképzelni, és lenézik azt az embert, hogy haragszanak rá, hogy állatkínzó, stb. Ez egyáltalán máshoz szoktunk itt, és a kis öllebek viszik a fókuszt erről, hogy a kutyának tényleg mi a feladata. Igen, köszönöm szépen. Akkor váltsunk vissza abba a témába, amit Ági és Iza fölhoztak már korábban, hogy valójában hogyha azt mondom, hogy pásztorkutya, akkor nem vagyok teljesen precíz. Hiszen alapvetően, amiről mi itt beszélgettünk, az az őrzővédő pásztorkutya karakter, annak a feladatköre. Hiszen mind a kuvasz, a komondor, vagy akár a közép-ázsiai juhászkutya, az ebbe a kategóriába tartozik. Na de hogyha egészen pontosak akarunk lenni, akkor a terelő pásztorkutyák is itt vannak. Hogyan látjátok, hogy ez a két feladatkör miatt már csak különböző adottságúnak is kell legyen típusú pásztorkutya karakterben? Továbbra is ez a kérdésem, hogy karakterben, nem feltétlenül a külsőt, kérdezem most a testi külsőségeket, hanem a karaktert. Milyen különbözőségeket kell véleményetek szerint mutasson egyik a másikához képest? Hallható voltam, vagy recseget? Kezdem én a választ, mert erre van egy gyakorlati megfigyelésem is. Kezdhetem? Mondjad. Egy időben voltak őrzővédő pásztor kutyáink, és volt egy kis terelő kutya. Én figyeltem az egészet, senkinek a munkájában nem szóltam bele. A kis terelő kutyának
amikor épp nem kellett terelnie, az volt a feladata, hogy figyeljen. Sokkal figyelmesebb, szerintem karakteréből kifolyólag, ugyanis ő eleve jobban fél, ezért jobban figyel. És neki, ő például a nagyok mellett azt a szerepet kapta, hogy ő legyen az őr, figyeljen éjjel, nappal, szüntelenül, csak figyeljen, bármi van, üvölcsön. És ő ezt meg is tette. És, és ez a nagyoknak attól volt segítség, hogy a nagyok azok tudtak pihenni, tudták tartalékolni az energiáikat, és csak a kicsi ugatására keltek fel. És ez ilyen szempontból nagyon fontos volt. Tehát a picik azok mozgékonyabbak, sokkal jobban figyelnek. Jobban lesik a gazdának az utasításait. Hol tart a gazda a nyájmhoz képest, a házhoz képest, jön-e valaki, nem jön-e valaki, ő ugye szabadabb mozgás, befér kisebb helyekre is. Ugyanakkor nagyon gyakran rábízzák ezekre a kiskutyákra az úgymond rágcsáló írtást. Tehát egyfajta takarító jellege is van, takarító szerepe is van. Ő szeret jobban játszani, elszórakozni, nem tartalékolja az energiáját, tehát ő fulladásig képes menni. És ezt megcsinálja állandóan. Ő nem akarja magát félretenni egy igazi ütős bedobásra. Nem vesz részt a falka harcokba, ami attól jó, hogy nincs neki olyan pillanata, amikor bármi elkerülné a figyelmét. Nagyon butának fogom tettetni magam, Ági. Azért, mert nyilván lesznek olyanok, akik nézik majd a beszélgetésünket, és nem járatosak annyira a pásztorkutyák világában. Tehát talán most hallják majd először. Tehát az ő nevükben kérdezem, hogy Ági, miért jó az, hogyha egy terelőkutya pici? Tehát miért hasznos, hiszen a birka olyan nagyon nagy, aztán egyéb jószágról nem is beszélve. Tehát miért jó? Nem lenne jobb egy nagyobb testű pásztorkutya mellé? A picikék fürgébbek be tud bújni a juhoknak a hasuk alatt, a lábuk között, és akár van, mikor egy megszorult, egy megakadt buta júnyájat szét kell verni, hogy induljanak meg, például be vannak szorítva, és el kell menjenek egy szűk részen, és beakadnak. Ő be tud menni, fel tud ugrani akár a hátára, és onnan irányítson egy középsőt, akit onnan ki kell szedni, mert esetleg keresztbe van beállva. Vagy akár, hogyha egy kerten túlmegy az egyik, ő utána tud bújni, és onnan vissza tudja téríteni. Másrészt, ugye a juhok, látván az ő kisebb méretét, nem félnek tőle annyira. A száj méretéből kifolyólag pedig nem ejt sebet akkorát rajta, mint amekkorát tenne egy nagy kutya. Ez rendkívül érdekes, köszönöm szépen. Ez a szájméret dolog, ez a többi lánynak is ugyanígy fontos, illetve ugyanezek a karakterek egy terelőkutyánál, Izának és Marcsinak? Igazából terelőkutyám, hát most van egy Moody, de nem tudom, velük nincs annyira tapasztalatom, hogy most így... Gondolom, hogy igen, ez is a lényeg, hogy sokkal mozgékonyabb, fürgébb, mint amit Ági elmondott, de személyes tapasztalatom őszintén megmondom, hogy nincs terelőkutyával. Tehát inkább ez a nagy testű pásztorkutyáim voltak mindig. Azt mondom, hogy egyetértek Ágival. Valószínű, hogy így van, ahogy ő mondja. Köszönöm. Marcsi? Hát nekem sincs ugye ennyire tapasztalatom, csak annyi, hogy amit mondott az elején, meg is mosolyogtam, hogy a kicsi jelez, a kicsi arra reagál a nagy. Hát nálunk ez teljesen így működik, tehát a kovasz fekszik, és amikor a kis spánielek jeleznek, és hát tudja, hogy hát értik egymást, ugye, tudja, hogy mikor kell menni. Tehát amikor csak így vinnyognak, meg ugatnak, így jókedvükből, vagy rosszkedvükből, arra nem mozdul meg.
valaki a kapunál, arra már megy. És amit még láttam én is Erdélyben, amikor voltam, ugye kiterelték ugye a juhokat, és akkor ott is volt nagy juh, vagy pásztorkutya, és akkor pici kutya, és akkor a nagy pásztorkutya az feküdt a juhász mellett. Pedig ott el volt, és figyelte a helyzetet, hogy mi van. És amikor helyzet volt, akkor jelzett a nagynak, és akkor megmozdult a nagy. Tehát ez tényleg olyan csodálatosan működik, hogy... Tehát akkor alapvetően az van, hogy vannak terelő kutyának úgymond kitenyésztett fajtáink, akik talán méretarányukkal, vehemenciájukkal, karakterükkel tökéletesen alkalmasak erre a feladatra. És vannak őrzővédő pásztorkutyáink, akiknek a feladata mindegy szimbiotikus ezekével, de talán csak nem a terelgetés alapvetően, tehát nem kifejezetten arra van a kutya, mint fajta maga beélesítve, hanem inkább a kívülről érkező hatásoknak a lefogására, felfogására, átalakítására. Ezt akkor így lehetne? És akkor mondjuk egy városi környezetben, ha összeteszem ezeket a kutyákat, akkor egy ilyen munka megosztás alakul ki a kapuk körül, ugye? Igen. Mert például egy őrzővédő pásztorkutya, legyen az kóasz, legyen az káj, az simán megengedi, hogyha nyitva felejted az ajtót, bemenjen a juh a házba. Tőle nyugodtan odabent is lehet. Míg ezt egy térítő kutya nem fogja tolerálni, mert tudja, hogy annak nem ott van a helye. Köszönöm. Marcsi, szerettél volna valamit hozzátenni? Csak annyit, hogy ugye a magyar kutyafajták közül így is lettek ezek a kutyák összerakva, hogy a Mudi a kovaszhoz, a Puli a komondorhoz is tökéletesen kiegészítették egymást. Igazából ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Ez persze... Azt látom egyébként, beleszólok ebben még egy picit én is így a terelő kutyákkal, amit tapasztaltam, hogy ők sokkal jobban figyelik azt, hogy mit kell csinálni. Tehát a gazda körül nagyon sokat sűrögnek, forognak, ezt látom a miénken a kutyán. Mindig ott van tetre készen, valahova kell lemenni. Míg a nagy testűek, a kuvasz, vagy a közép-ázsiai, az úgy valahova lefekszik az árnyékban mondjuk, és ha valami olyan megmozdulás van, akkor ott van ő is. De ha kell, hanem nem lesi azért a gazdának a mozdulatát. Tehát ők valószínűleg azért is tudnak jobban részt venni ilyen ügyességi versenyeken, vagy ilyen, ahol ugye arról szól, hogy mennyire vannak betanítva, meg mit tudom én. Tehát azért, mert ők jobban figyelnek ebből adódóan. Tehát ugyanez a feladatuk ugye a nyáj mellett is. Gondolom én, de hát mondom, nálam a csirkéket nem kell terelgetni, úgyhogy ezért kimerül itt a tevékenység, van két macska kölyök, azt terelgeti folyamatosan a kutya, de ennyi a tevékenysége. Köszönöm szépen, igen. Tehát nagyon fontos dolgok hangzottak el. Egy kicsikét korábban, hogyha visszaemlékeztek, nem is tudom, valamelyikőtök említette, hogy jó, de hát azért nyilván, ha a kutyám igen ági volt, hogy néha azért a kájai kedvet kapnak, és elkezdik terelni a teheneket. Tehát ez nem azt jelenti nyilván, hogy akkor egy kuvasznak a feladatköre, vagy nem is tudom, egy kaukázusi juhászkutyának, vagy egy kájnak a feladatköre, akkor a fejében úgy néz ki, hogy kész, ha terelni kell, akkor azt oldja meg más, fölteszi a két első pracliát, és tessék, valaki más oldja meg, hol van egy mudi, vagy valaki. Nyilván nem természetellenes, hogyha ő is megpróbálkozik, akár komolyból, akár játszásból egy ilyen típusú helyzettel, és még az sem feltétlenül ördögtől való, hogyha ha nézegetjük, és esetleg összeengedjük ezeket az állatokat, mondjuk kicsi korától, ha a kutya már látott lábas jószágot maga körött, akkor hajlamos egy picit terelőszörről is tanúbizonyságot tenni, de például a kokáért, hogy ha belegondolunk, most télvíz idején ez nem olyan érdekes, de nyár közepén, mondjuk egy jó júniusban, vagy egy júliusban, ha terelgetik el egy nyájat A-ból B-be, hát valószínűleg a nagy melegben, némileg vízhiányban egy picit egy sivatokkal tovább jutnék, gondolom én, még nem próbáltam, de gondolom én logikai módszerrel, mint hogyha mondjuk komondorral szeretném tereltetni ugyanezt a nyájat.
A nagykutyák terelő ösztönére, a terelő munkájára nem kell számítani. Tehát ők ugye jönnek, kísérik a nyájat, kísérik a csótát, és van, mikor úgy van kedvük, és akkor elvégzik azt, hogy a leszakadt egyedeket oda kell a csordához, a nyájhoz hajtani. Inkább összeszedni a nyájat, azt, hogy irányítani, irányítva terelni, ezt nem tudják. Tehát nekik édes mindegy, hogy hol tartózkodik a nyáj. Ők azt őrizniük kell. Annyi, hogy szerintem azt azért felfogják, hogyha egy-két egyed elszakad a nyájtól, a csordától, ez megnehezíteni az ő munkáját, és akkor ez szívesen, ha utasítást kap rá, szívesen visszahajtja a nyájhoz, vagy a csordához. Történt meg nálam például olyan érdekes jelenség, hogy a csordámba bekeveredett idegen tehén kettő darab. És hát azoknak nem szabadott ott maradniuk, mert ők ugye tartoztak valahová, és valaki őket kereste, és vissza kellett volna irányítani abba az irányba, ahol jöttek. És érdekes módon a nagy kutyák, az őrzővédő kutyák egy az egybe, hiába, hogy ugyanolyan tehén látszólag, mint az összes többi, kiszúrták, hogy az egy idegen egyed, akit én nem akarok, hogy ott tartózkodjon, és simán elhajtották. Azt az egy egyedet kiválasztották a csordából, és elhajtották. Holott ez egy tipikusan térítő kutya munka lenne. Ezt meg tudták csinálni. De azt, hogy irányítsák, én láttam profi mudikat dolgozni, és az a munka, az valóban nem az őrzővédő kutyák munkája. Tehát, hogy most behajtani egy nyájat egy istálóba, egy terelőbe, egy kalodába, ezt nem tudja megcsinálni. Azt viszont terelésképpen megcsinálja, hogy a leszakadt egyedeket visszahajtja a helyére. Ez is nagyon érdekes. Tehát akkor most már egészen finoman kezdjük érzékelni, hogy az őrzővédő pásztor kutyának, amikor mondjuk úgy, hogy bekújtorog a mudi, a puli vagy a pumi, vagy akár a sinka mozgás területére terelés ügyben, akkor végül is meddig terjed az a képessége véleményetek szerint, ami ő még neki kényelmes. Tehát a tenyésztéséből, a fajta jellegéből fakadóan, szemmel láthatóan, könnyedén, akár flottul mehet neki, ezt én most jól értem, és akkor rögtön ki is jelöltük, hogy ennek hol a vége nagyjából. Igen, igen, pontosan. Tehát amíg ez a terelésnek a célja az, hogy megkönnyítse az ő munkáját, vagyis a teljes őrzést, átlátást, hogy belássa egybe, egy bokba a nyájat, a csordát, addig elvégzi. De hogy ez a nyáj keletre megy, vagy nyugatra, vagy épp a területen kívülre megy, ez neki már teljesen semleges. Míg egy mudinak, vagy egy puminak, ez nem mindegy. Tehát, hogyha neki a gazdája azt mondja, hogy most jobbra hajtod az egész nyáját, az jobbra hajtja. Ezt nem fogja megcsinálni viszont egy őrzővédő kutya. Igen. Igen, értem. Nagyon is tisztán. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Tökéletes. Szerintetek a modern világban a pásztorkutyáknak, maradjunk akkor az őrzővédő típusnál, hogyha már valahogy ez áll nekünk kézre ma este. Tehát milyen típusú szerepek állnak jól, hogy ennyire modernül kérdezzem? Bocsánat. A mai modern társadalomban, ahol már ez a hagyományos pásztorkodás kihalófébe van, illetve nem is veszi már jó néven a társadalom azt, hogyha őrzővédő kutya van a nyáj mellett. Ebbe a társadalomba úgy érzem, hogy őket egyfajta családi testőrként tudom elképzelni, aki tényleg szívét, lelkét és minden erejét oda teszi azért, hogy azok az emberek, akikhez ő tartozik, azok épségbe maradjanak,
És nem csak ők, hanem a teljes vagyonuk, mindaz, ami az övék. De úgy mindez, hogy ők ugye csak távol tartani akarják, nem ölni akarnak. Nekik nem céljuk az idegenek elpusztítása, csupán a távoltartása. És úgy érzem, hogy ebben a mai modern kultúrkörnyezetben ez egy igenis egészséges hozzáállás a kutyák részéről. Tehát ha bejön valaki, akkor őt kizavarják, nem megölik, nem a nyakára támadnak, nem ejtenek halálos sebet rajta, belecsípnek, ha bele kell, hogyha nem érti meg egyből, de inkább az, hogy távol tartani, elijeszteni, elzavarni. És ezért ugye most már olyan világot élünk, hogy jó van mindenféle fajta riasztórendszer, meg távoltartórendszer, de a kutyát azt semmilyen technika nem bírja pótolni. Tehát a pásztorkutyák ma már így alkalmazhatók ebbe a szerepkörbe. Köszönöm szépen. Igen, Bocsánat, csak a Marcsi az előbb szeretett volna egy... Ja, jót. Akkor egyszer hallgass meg. Betekedtek Ágival a szóért, úgyhogy okay. Te jössz, Iza, jó? Köszönöm. Okay. Marcsika, tessék! Oké, okay. Nem, csak nem hallottam, hogy most akkor végül is kijön. Én azért egy kicsit rosszabbul látom a helyzetet pessimistában, mert én azt gondolom, hogy nem minden pásztorkutya, aki a városban él, képes erre, hogy megfelelően végezze ezt az őrzővédő munkáját, tehát hogyha bejön valaki, egy idegen, akkor intelligensen csak odaállítja a falhoz, és nem tépi szét. Tehát ne tépje szét. Régebben olvastam szintén ilyen cikkeket, hogy betévedtek a majorba, és odaállították a falhoz. De hazajön. Nem tudom, hogy a mostani fuvaszok, vagy kályok, vagy komandorok, vagy bármi, hogy viselkednének. Mert ugye nincs kipróbálva. És ez nagyon-nagyon nagy probléma tenyésztésben, hogy ezek a kutyák olyan képesek, hogy simán beengedik a betörőt. Igen, erről éppen két héttel ezelőtt is a... Ági, amíg a többiek eltűntek, addig legalább mi valamit szóljunk hozzá a témához. Én is csak hallgatom, hogy né vagy csendva. Igen, mondom, hát most ha valamit szóljunk. Azt akartam mondani amúgy ebből kifolyólag, amiről szó volt itt, hogy nem biztos, hogy meg tudják azt csinálni, amit a régi kutyák, vagy nem tudom, hogy volt egy érdekes tapasztalatom egy kuvasszal, ami nálunk született, bekerült a városba, Brassóba, élt egy udvaron,
és nagyon agresszív volt a kutya. Tehát én is oda mentem, az egyetlen kölyök volt, amit nem tudtam megsimogatni azután, hogy tőlem elköltözött. És elmesélte a gazdája, hogy egyszer nyitva felejtette a kaput, a nagy kaput, és kinyitotta a szél. Ez a vérengző, de hát mondom, olyan volt, hogy biztos megharapott volna. Tehát én meg se kíséreltem, hogy hozzaérjek, vagy valami, mert egyszerűen őrjöngött. És ez a vérebb leült a kapuba, és senkire nem futott rá az utcán, de viszont mindenki ki kellett kerülje azt a járda részt, ahol volt az övék a kapu. Aznap utána persze, ő a területet védte. Igen. Igen, igen, ez volt, és annyira vicces volt, ahogy mindenki azon túl, hogy mi történik, azt ő leszarja. Persze. Igen. Nem ment át az út túloldalára, hogy megöljön valakit, de aki közeledett, az nagyon-nagyon, tehát nagyon határozottan védte a kaput, és ott az előtte lévő járda részt. Szia, Gyöngyi! Jó, én is azt mondtam, hogy a pásztorkutyák cselekszenek így, és ezt nem azt mondtam, hogy a kályok vagy a kuvaszok, hanem pásztorkutya az ugye attól pásztorkutya, hogy ő már bebizonyította, hogy az és képes erre a feladatkörre. Nem azt jelenti, hogy minden káj így csinál, nem azt jelenti, hogy minden kuvasz így csinál, hanem itt ugye pásztorkutyákról van szó, tehát ő már egyfajta minősítésen átesett, egyfajta vizsgán. Igen, de pont ez lenne a lényeg, hogy ilyen kutyákat kitenyészteni. Igen, igen. Nekem is a igen, kutyám... Igen, tehát az enyémeket így csinálják, jó van, ők erre szelektálva voltak, ők válogatva voltak erre a célra. Tehát látom, de én azt mondom, hogy a kályok így csinálnak, mert Isten menj, ez nem igaz. Hanem ami már egyszer úgy mond, hogy rá lett mondva, hogy ő pásztorkutya, az így cselekszik. Így kéne cselekedjen. Ami egyszer pásztorkutya. Van, persze, olyan is van, amit ő jöhet, mert bárki, és olyan is van, ami átesik a ló túloldalára, hogy azonnal rögtön támad és ölni akar. Igen. De ez nem pásztorkutya az én szememben. Egyik. De én nálam is pont ezt akartam mondani, hogy az udvaron az enyém az tényleg megfog. De ha kimegyek vele sétálni, akkor nem úgy megyek, hogy úristen, nehogy jöjjön valaki, mert megöl valakit a kutyám. Tehát semmire nem megy rá. Se kicsi kutyára, se idegenekre, semmire. Ja. És pont ez ideális, azt akartam mondani egyébként, hogy családi kutyának is ezért szerintem nagyon jó. Hát ezért mondtam én, hogy ez ilyen családi testőr valójában, ugye. Igen. Aki ugyanúgy, tehát a kisgyerek az tépheti, nyúzhatja, az tényleg olyan volt az én fiam, és ott nőtt fel egy kaukázusi szuka mellett. És mindent elkövethetett vele, még csak rá sem mordult, semmi. Ez volt a öcsémnek egy dobermannja volt ezelőtt, és nagyon tetszettek neki az ázsiák. Aztán pont nálam a tavasszal voltak kölykök, mind nézegette, figyelgette. Azt mondja, nem, nagyon tetszik, de hogy nem akarja meggyűjteni a baját. És mondom, figyelj, mondom, én adok neked egy ilyen kutyát, mondom, és meglátod, hogy nem olyan, mint a dobermann. Ezzel semmi bajod nem lesz, mondom, ez egy nagyon kiegyensúlyozott kutya, nem rág, nem ugat bolondul, ez csak akkor, amikor tényleg valami van. És tényleg a kutyát elvitte, aztán kérdeztem, hogy mi a helyzet, van-e probléma a kutyával? Hát mondta, ez tényleg semmi gond nincs, aztán ha megkötöm, úgy ül, ha elengedem, akkor is tudja, hogy mit kell csinálni, nem ugat bolondul. Ha kimegyünk sétálni, kijön, hát néha lelépik, ott a faluba eljár, szétnéz, hogy mi történik, de egyébként semmi problémája nincs vele. Úgyhogy ezért is van különbség egy sima őrzővédő kutya és egy pásztor kutya között. Tehát ez ilyen látványos volt nála, ugye pont egy Dobermann és pont egy Kai. Kérdésem van pont ezért. Egy kicsit összekapcsolnám ezt a témát azzal, amit ezelőtt beszéltünk, ezt a terelősdit, meg őrzővédősdit ezzel, hogy visszaemlékszem most hirtelen, hogy mennyit szoktunk beszélgetni a különböző Facebook csoportokban azon, hogy vajon
a félelem vagy a magabiztosság jobb egy pásztor kutyánál, vagy hogyha olyan kis kutyán van, aki egy picit félősebb azzal, mit lehet, vagy hogyan lehet csinálni egyfelől, másfelől. Hogyha konkrétan munkavonalat nézek, akkor a nyáj mellett nyilván nagyon nem mindegy, hogy maga a lábas jószág az féle az őrzővédő pásztorkutyától, vagy barátként kezeli, mert hiszen egy terelési szituációban azért nem a nagy összebarátkozás érzelmi pillanatait élik meg az állatok, hanem egyfajta menekülős típusú állapotot. Tehát vélhetően, és éppen az előbb érkezett egy hozzászólás konkrétan ezzel kapcsolatban, Ormándi Gábor írta be, hogy igen, igen, hölgyeim, de egy őrzővédő pásztorkutyától, hogyha fél az a nyáj, akkor az rendkívül negatív, mert a környéken lévő ragadozók azt rögtön kiszúrják, hogy ott kutya van, és rendkívül veszélyes a nyáj közelébe menni, hiába incsik landó falatokat ígérne a kaland. Azért ígér az mást is, mert nini ott vannak a kutyák, tehát valószínűleg sokkal jobban erejthetőek a nagytestű pásztorkutyák őrzésvédés szempontból, hogyha ez nem társul egyfajta terelő ösztönnel is, ez a felütés, ez a felvetés. Én például nem tapasztaltam ezt a nálkunk, hogy a nyáj félne a pásztorkutyától. Izo, ez szoktatás kérdése. Igen, bocsánat, beleszólok, ez szoktatás kérdése, mert én is meg voltam győződve, hogy a jók nem félnek a kutyáktól. Most kijöttünk ide, és mikor olyan jó nyáj volt, amelyik mellett nem járt nagy testű kutya, szana szétfuttak, de mind az őrültek, Iza, én ilyet nem láttam. Addig. Érted? Tehát össze kell szokjanak. Van ez a bizonyos téli időszak, ugye, amikor a jók meg vannak rekesztve, és akkor a kutyák a kerítésük mellé feküsznek, illetve ott jönnek, mennek, és maga ez a békés együttélés adja meg nekik a további szimbiózist. Igen, de ugyanakkor nálunk ez lehetetlen, hogy egy jó nyáj ne találkozzon nagy testű kutyával, mert nálunk még inkább terelőkutya nincs is. Tehát nálunk Erdélyben azért nem annyira népszerűek a terelőkutyák, mint ezek a nagy testű pásztorkutyák. Nem, nem, nem. Persze. És szerintem itt csak azért mondom, hogy ez nincs, a különbség, hogy amelyik testű kutyával. Tehát nyilván amelyik most, ha valahol nyáj felnőttek egy ilyen farmon, és kikerülnek, hogy? Közben. Amelyik júnyáj mellett ott van a felnőtt kutya ebbe a téli nyugalmi időszakba, az megszokja a jelenlétét, nem fél tőle. És épp ezért saját júnk volt a tavaly 2 darab. Mikor bekerültek hozzánk az udvarra, akkor úgy féltek a kutyáktól, futkoráztak körbe. Érted? Aztán, hogy meglátták, hogy egy udvaron élnek, és nem bántják őket, úgy megszokták, együtt voltak, hogy akár mikor olyan ételosztás volt, gondolok itt süteményre, száraz kenyérre, akkor simán már beálltak ők is a kutyák közé enni. Megszokják. Gábor közbeszól. Ormádi Gábor azt szólja közbe, de hát hogyha egy kutya rendszeresen tereli az adott nyájat, akkor a nyáj megszokja, hogy félni kell tőle, akkor onnantól kezdve vesztett a nagy barátkozás télen, nem? A nagy kutyák nem terelik rendszeresen. Tehát amit az ők munkájuk, az ugye elvétve fordul elő. Kivételes esetekben. A kis terelő kutyák, akik ugye állandóan terelik, azok pedig nem állnak a nyáj mellett, az a pásztor mellett áll. Tökéletes, azt hiszem, ezt a választ vártuk. Iza? Igazából én nem is hiszem, hogy a pásztor azért tudja terelni a júnyájot, mert azok félnek tőle. Tehát nem hiszem, hogy ez egy olyan reakció, hogy félünk és futunk el. Valahogy őket is úgy látom, én is sokszor kimentem esztenákra, úgy figyeltem a kölyköket például, amit tőlem vittek el a tavasszal, és úgy teljesen ők mennek, de
olyan, tehát nem félelemmel mennek, ők legelésznek tovább, irányítva vannak. Én ezt látom, vagy nekünk is például van a panziónknál két bárány, van igaz, nem sok, de sokszor van az, hogy be kell őket tereljem én az istálóba, és ők nagyon szívesen jönnének szembe velem, mert tudják azt, hogy én adom nekik az ételt. Akkor még picit muszáj úgy irányítsam, hogy merre menjenek. Látom azt, hogy félnének. Iza, itt azonban van két nem nagy tudom, különbség. Értem-e Gábornak a felvetését. Van itt két nagy különbség, Iza, amit én is itt tapasztaltam meg. Már itt értettem meg. Nálunk otthon a nyájat a pásztor hívja. Tehát a nyáj követi a pásztort, illetve mikor őket úgymond magára hagyja, tehát megáll, akkor a nyáj tudja, hogy akkor most szabad útja van a legelésre. Itt viszont a nyájat hajtják, nem hívják, hajtják. Érted? És ez a kétfajta tevékenység teljes ellentéte egymásnak, és ugye a kutyák is ehhez azonosulnak, ehhez a fajta hajtjuk vagy hívjuk. Tehát jönne, ők kövessenek minket, vagy inkább menjenek előttünk. Igen, mondom, én ezt tapasztaltam, hogy mi például megálltunk, hogy ott fotózzam le a kutyákat. Tehát megállt a pásztor, megálltak a kutyák, megálltunk mi. Mindenki meg volt állva. Utána aztán mondta a pásztor, hogy most már kéne induljunk, mert kezdtek türelmetlenek lenni a birkák. Hát mondtam, jó, menjünk, akkor majd így menet közben fotózom őket. De így ezt tapasztaltam, hogy így egybe mozgott ez az egész egység. Tehát a pásztor, a birkák, a kecskék, a kutyák, senki nem kellett semmit mondjon a másiknak. Mindenki tudta, hogy itt most mi van, mi történik. Ezt láttam én. Köszönöm szépen. A következő téma, amiről szerintem beszéljünk, amit próbáltam is felvetni, hogy ugye nagyon nem mindegy, hogy magának az őrzővédő pásztorkutyának mi a karaktere. Aztán természetesen az sem nagyon mindegy, hogy hogyan tartjuk azt a kutyát, ami a tenyésztésben valamilyenre sikeredett. Sokszor vetődik föl, és itt az előbb is felhoztátok ti is, hogy mi van, hogyha egy őrzővédő pásztorkutya nem őrizvéd. Mi van akkor, hogyha kifejezetten fél? Tehát azt hiszem, az hangzott el, hogy elszalad a betörő elől. Hát vajon, mikor hozzájutunk egy kiskutyához, ajándékba kapjuk, itt a karácsony nyilván lesz ilyen ajándékozás, vagy akár megvásároljuk egy tenyésztőtől. Utána hogyan lehet hozzáállni, hogy ez a pásztorkutya igazán jó pásztorkutya legyen? Tehát hogy nevelünk egy pásztorkutyát pásztorkutyának, hogy jó legyen? Most akkor én már itt vagyok, akkor mondjam, vagy milyeket? Lehet. Akkor most én már neki fogtam elmondom, hogy a pásztorkutyát nevelni nem nagyon lehet. Azt hiszem, hogy erre kell, hogy szülessen. Nem hiszem, hogy a félelmet ki lehet nevelni egy kutyát. Valamelyet lehet jobbítani a helyzeten, de nem hiszem, hogy egy félős kutyát meg lehet nevelni. Azt hiszem, hogy egy elég általam okosnak tartott embertől hallottam azt, hogy a tulajdonság, amivel születnünk kell, és nem tudjuk megtanulni, az a bátorság. És azt hiszem, hogy ez a kutyáknál is így van. Tehát azt, hogy bátor legyen egy kutya, ezt nem tudod megnevelni. Meg tudod erősíteni azt az oldalát, hogy ha látod, hogy bátor a kutya, akkor tudod erősíteni, hogy bízzon magába. Ugyanakkor el tudsz rontani a bátor kutyát, hogy legyen félős. Megfelelő nevelést alkalmazod. De én nem hiszek ebben, hogy egy félős kutyából tudunk csinálni egy bátor kutyát. De alapvetően hogy nyúlok hozzá? Tehát mennyiben más egy pásztorkutyát nevelni, és akár egy másik, akár egy keverék kutyától, akár bármilyen más típusú kutyától, és most akkor kérdezem Marcsit egy pillanat. Hát én is azt mondom, hogy egy pásztorkutyát nem kell nevelni, mert ő tudja a dolgát. Viszont mert nem a régi korban élünk, amikor automatikusan tudta a dolgát. És pontosan ezt mondtam az előbb is, hogy hatalmas a tenyésztők felelőssége ezügyben.
Mert hogyha valóban egy félős szülőktől kapsz egy kölyköt, akkor abból nem lesz jó. Sem őrzővédő, sem jó pásztorkutya. Nem lesz. És az én kutyám tenyésztője is mondta, hogy még mindig könnyebb, vagyis meg lehet csinálni azt, hogy egy vadak kutyát visszafogsz, mint hogyha egy gyávát akarsz bátorra tenni, nem lehet. Valóban nem lehet. És ezért tényleg, hogyha kap egy kölyköt egy ember, vagy egy nagy isten, egy tinédzser, és hogy álljon hozzá, hogy jó kutyája legyen, háztorkutyát hagyni kell szerintem, mert benne van az ösztön. Viszont, ahogy Iza is mondta, el lehet rontani is. Ez tény. És ez hogy van? Tehát hogy van, amikor elrontom? Az mikor van? De szerintem, amikor nagyon vissza van fogva, amikor nem tudja végezni a dolgát, akkor az előbb-utóbb elromlik, és olyannyira visszafogja magát, hogy ez egy ilyen letargiába is mehet, és teljesen elveszíti a kutya művoltát az adat. Ez lehet akár egy feladat nélküli állapot is? Igen. Tehát az unalom abszolút. Igen. Hát csak tengrán, semmit nem csinál, az a kutya szenved. Tehát az megszűnt létezni igazából. Az már kellően ingergazdag tevékenység, hogyha mondjuk, és itt mondjuk a te esetedben konkrétan a városi életmódra gondolván, hogyha jó nagy sétákat teszünk vele a környező utcákban, az erre alkalmazott? A környező utcákban, hogyha sétáltatunk egy ilyen pásztorkutyát, az csak a szocializációhoz szükséges szerintem. Hogy szokja az embereket, szokja a környezetét. Hogyha ilyen szempontból vásárolunk kutyát, akkor igen, vinni kell kiskorától, hogy szokja ezt a dolgot. De hogyha valaki csak őrzővédő szempontból vesz egy ilyen kutyát, akkor hagyni kell. Tehát az én kutyám sem olyan, hogy bárki hozzá nyúlhat. És nem is szeretném, hogy bárki hozzá nyúljon. Én nem azért vettem, hogy bárki megsimogathassa. Nem azért vettem, hanem azért, hogy megvédjen engem is, a javaimat, a családot, a birtokot, bármit, a házat. Szerintem ott rontják el ezt az egészet, amikor agyon szocializálják a kutyát, hogy tényleg bárki hozzá nyúljon. Az egy másik dolog, hogyha a gazda megengedi. Tehát, hogyha a gazda ott van, és ő megengedi, hogy megsimogassák, akkor meg kell, hogy engedje. Bár én még azért ezzel is vitatkoznék, mert szerintem még ez is sok. Tehát én még ezt sem engedném meg, mert akkor lehet, hogy le lehet kenyerezni majd azt a kutyát később. Köszönöm szépen, Ági és Iza, ez ügyben. Hát nekem annyi hozzászólásom volna, hogy valóban a pásztorkutya, az attó pásztorkutya, hogy már egyszer az állott minősítve. Vagyis amelyik félős egyet, az már nem pásztorkutya. Lehet, hogy fajta tiszta, de nem pásztorkutya. Elrontani viszont azzal lehet, és én a magam részéről úgy látom, hogy amit mondott Marci is, ez a túlzott szocializáció, ő neki nem feladata, és azzal bezavarjuk, hogy folyamatosan idegenek között van, folyamatosan idegen területen van. Ha a kutyánkat, tehát úgymond pásztorkutyánkat mindig ugyanazon az útvonalon sétáltatjuk, tehát a környező utcákon, akkor ő hajlamos lesz a saját területünkön kívül eső területet is, amit rendszeresen bejár, sajátjának tekinteni. És innentől kezdve azon a területen belül, ami ugye már esetleg közterület, jogilag másoknak a területe emberi szemmel nézve, ott is kifejtheti bármikor ezt az őrzővédő tulajdonságát, ami nem egy szerencsés állapot. Neki tudnia kell, hogy a helye az ott van az én területemen. Ha én neki bemutatok folyamatosan idegen területeket, akkor elveszti a saját terület behatárolásának a lehetőségét. Ők nagyon kötődnek helyhez. Mindegy, hogy ez mekkora ez a hely, ők ahhoz kötődnek. És
az szerint cselekszenek, tehát ők felmérnek állapotokat, felmérnek helyzeteket, ők nem gesztusokra, nem mozdulatokra, nem jelekre cselekszenek, ahogyan általában az őrzővédő kutyák, hanem ők felmérik azt a bizonyos helyzetet. Ezért ugyancsak az ők esetükben szerintem nem jó, ha kutyaiskolába vagy őrzővédő kiképzőiskolába visszük, mert ott ugye azt tanulja meg, hogy ha jön valaki és felemeli a kezét, akkor arra támadni kell. Na most mi van akkor, hogyha az én gyerekem emeli fel a kezét? Ő nem azt nézi, hogy kit támad, hanem a kéz emelésre fog például támadni. Bezavarjuk ezáltal. Őket egyszerűen kell hagyni, hogy éljenek, hogy gondolkozzanak, és hogy cselekedjenek. És 2 éves kora előtt ne várjuk el, hogy állandóan toppon van. Vannak bizonyos helyzetek, amiket egyszerűen túl sok ideig gondol át, és ezért úgy tűnik, hogy nem cselekszik. Ő csak próbálja megtanulni, próbálja felmérni azt a helyzetet. És ez később majd helyesen fog cselekedni olyan esetben is. Ez, amit mondtál amúgy a területtel kapcsolatban, hogyha sokat viszed ki egy helyre, mondjuk azt a kutyát úgy fogja tekinteni, mint a saját területét. Ezzel kapcsolatban hát azért elég sok éves tapasztalatom van. Ami elég érdekes, hogy nekem úgy van, én ott élek az erdő szélén, a kapunkon kívül van egy 2 hektáros terület, ahova minden nap kimegyek a kutyáimmal. És járunk annál távolabbi pontokra is, de ez a, mi majdnem mindig a megszokott. Tehát, hogyha a többi el is marad, hogy kilométereket sétáljunk, oda minden nap kimegyünk, és érdekes, hogy az emberekre ott, azon a területen nem támadnak rá. Mondom, a kapun belül igen. Főleg az, hogy ő aztán biztos, hogy... De hogyha már egy idegen kutya jön be arra a területre, akkor már úgy veszik, hogy betolakodott. De az embert nem támadják meg ott. Tehát ez is érdekes, hogy ők hogy döntik el, hogy egy ember oké, gombázhatott, de azért már a kutya ne jöjjön oda, ahol ők sétálnak. Nem tudom, még gondolkozok, hogy Ági mit is mondott az imént a kutyákról, hogy így kell neki az az idő. Ez is változó, hogy melyik milyen gyorsan érik meg. Ezzel kapcsolatban is azért van, amelyik sosem érik meg arra a feladatra. De az már látszik. De igazából a tenyésztéssel nyilvánvalóan rengeteg mindennek elejét lehet venni. Tehát nálatok például mind a kettőtöknél, ha jól tudom, volt alom, nem tudom, Marcsinál volt-e már esetleg, ti hogyan próbáltok, milyen szempontok szerint a tenyésztés útján mozogni? A kérdést. Megismételnéd, légy szíves? Természetesen. Mindent a kedves Köszönöm. Kedvéért. Tehát a kérdésem az arra irányult, hogy amikor almokat kell megkomponálni fejben, tehát egy párosztatást terveztek, akkor hogyan gondolkodik az ember, hogy mik azok a szempontok, amelyeket mindenképpen nagyon erősen figyelembe vesz, mik azok, amelyek másodlagosak, szekunder jellegűek, ahhoz, hogy jó pásztorkutya legyen a picikből. Én például mindig, tehát az első, amit megnézek is, nekem küllen. Tehát nekem a fejem a pásztorkutyáról van egy kép, ami szerint aktikus, szép, aminek van méltóság. Tehát az első ez, hogy kell tetszedjen az a kutya. Nem szeretem az ilyen X-es lábú, lelógó szemű, nyálas pofájú, nem szeretem. Tehát az a kutya, amelyik így folyik el, nekem az nem. És utána, hogy megvan ez, nézem nyilván azt is, hogy legyen okos az a kutya. Legyen kellően agresszív, de ne legyen az idegbeteg.
És nagyjából ennyi. Hát azért mindig megkérdezem, hogy állatokkal hogy viselkedik, de úgy vagyok vele, hogyha mondjuk az én kutyám nem foglalkozik az állatokkal, és jó idegrendszere van, tudja azt, hogy mi a dolga, elég okosnak is találom. Hogyha mondjuk a kan olyan, hogy rámegy az állatokra, akkor azt, hogy lehet, ha a többi szempontnak megfelel, akkor azt nem veszem figyelembe. Tehát, ha a többibe jó, mert akkor nem biztos, hogy az egész kölyök, vagy nem biztos, hogy a kölykök olyanok lesznek, hogy rámennek az állatokra. Én mindig ezeket szoktam nézni. Tehát úgy van, hogy meg kell fogjon valami abba a kutyába. Nagyon sokat szoktam gondolkodni, hogy kivel fedeztetek. Mindig, mert pont ezt kacagtam el, hogy 10 kölyök volt az idén, februárban, eladtam őket, és mindenki azt hiszi, hogy ő járt a legjobban. Mindenki azt hiszi, hogy nála van a legjobb kölyök. Akkor ezt mondtam, hogy végül is ez lenne a tenyésztésnek a lényege, hogy mindenki gondolja azt, hogy ő járt a legjobban. És az, hogy a másik, ami tetszik, hogy mindig elmegyek, megnézem őket, mondom, hát nagyon szépek lettek, jól fejlődnek, és mindenki mondja, hogy hát nem is az, hogy milyen szép, hanem hogy mennyire okos, és mennyire nincs probléma velük. Ami fontos, mert úgy akkor nem kezdik eladni őket, nem kezdik megunni, nem kezdik bezárni, megkötni, nem bánnak rosszul velük, mert hát ők se csinálnak semmi olyat. Én is szoktam mondani, hogy mindegyik kutya a pályafutását szabadon kezdi. Az, hogy kit mennyire kell kordába tartani, például a jakterier, az csak felügyelet mellett lehet kivinni. Mert ha nem, kezd unatkozni, és bizony volt olyan, hogy a nyulaimat egy fél délután elrendezte. Tehát ezért mondom, hogy mindenkinek megvan a lehetősége a szabad életre, aztán amennyire az agya viszi, annyira tudja ezt, vagy tud vele élni, vagy nem. Tehát ha akarjuk, ha nem, valamelyest a leendő gazdákhoz való alkalmazkodási képességet is figyelembe kell venni akkor, amikor tervezünk egy almot, azt mondod, hogy az azért komoly Igen. szempont. Igen, mert én pontosan jártam így egy kutyával, tehát én tudom azt, hogy milyen nagy csalódás, amikor veszel egy kutyát, vársz tőle valamit, és nem csodákat vársz, és nem az lesz, amit te szeretnél. Szerintem a kutya is érzi azt a csalódást, amit te érzel vele szemben, és nem kapcsolatod. Tavasszal volt, így ez volt a, nem is tudom, egy ilyen elég negatív élmény volt nekem, hogy az egyik kutyám, a Kan, az volt, akit nem is ismert senki, ő volt egy nagyon jó kutya, a Szuka az pedig volt egy nagyon neves tenyésztőtől, és egyáltalán nem olyan volt, mint amit vártam. Tehát se küllemre, természetre is sok problémám volt vele, sokat ugatott. Az nekem egy csalódás volt. És a kutya ezt érte. Azt, hogy tőlem így vigyenek el egy kutyát, hogy ezt az érzést adjam egy leendő gazdinak, aki azért vár valamit attól a kutyától. És nyilván nem azt várja, hogy az életét megbonyolítja, vagy mit tudom én, az idegeit ője egy olyan kutya, amelyik ugat egész éjjel az ablak alatt. Köszönöm szépen. Ági? Én a magam részéről sose tenyésztek kifele. Mindig befele tenyésztek. Mert nem is viszek el máshova fedeztetni. Na most nálam a kutyák falka életmódot élnek. A falka életmód eleve megszabja, ki az a kan, aki párosodhat, és ki az a szuka, aki párosodhat. Van egy alfa hím és egy alfa szuka. A falkán belül semmelyik másik tagnak nincs joga, és nem is engedik, hogy szaporodjon. A falka nagyon szépen fenntartja magát. Amíg Erdélyben voltunk, ugye folyamatos volt a kutyák elhullása, ezért folyamatosan volt alom, amiből pótolható volt a kiesett egyedek száma.
Abszolút a természetes szelekció híve vagyok, tehát amelyik kölyök nem életre való, nem tud alkalmazkodni, nem tud megküzdeni az életben maradásért, annak mennie kell. Az nem lesz soha pásztorkutya. Ha nem képes az önfenntartásra, ha nem képes arra, hogy megvívja a maga kis harcát a falkán belül, az jobb, ha nem is születik meg. Az már nem lesz pásztorkutya. És érdekes módon, miután ide kiköltöztünk, a kutyák, ugye, hogy itt nem történt meg az a bizonyos elhullás, le is szabályozták magukat. Tehát mondok egy nagyon érdekes példát, 4 évvel ezelőtt született alom nálam, és most az idén. És én is elgondolkoztam rajta, hogy mitől, hogy 4 év után újra összejött egy alom. Addig nem is jött össze, egy se. 5 kutyám döglött meg egyetlen év alatt, és miután ez az 5 kutya kiesett a falkából, nagyon szépen utána megszületett az alom. És ugye a legrátermettebbek bírtak csak párosodni. Senki más. Amelyik szuka még nem biztos magában, még esetleg félős, azt elnyomja annyira az alfa, hogy esélye sincs, hogy bepárosodjon. Ez, hogyha rájuk van bízva. Mert ugye hajlamosak vagyunk emberileg beavatkozni. Látjuk, hogy tüzel egy szuka, akkor keresünk rájkan. Én ezt nem teszem. Ők szabályozzák saját magukat, és nagyon szépen csinálják mindezt maguktól. Mondd csak, Ági, van esetleg abban tapasztalatod, hogy mi van akkor, hogyha megmaradnak az alomban azok a kutyák, amelyek mondjuk egy természetes környezetben, ahol a természetes szelekció úgy érvényesül, ahogyan az van, puritánul. Mi van akkor, hogyha azok mégiscsak megmaradnak? Milyen jelenségeket várhatunk? Kérdezem után megint. Abból lesznek azok az egyedek, akik hordozzák magukba ezt a félelmet, a megalkuvást, a magát az életképtelenséget. Tehát aki csak a gazdájára van utalva azért, hogy ő életben maradhasson. Illetve hordoznak magukba, még ha elsőre nem is látszik a tünet, hordoznak olyan betegségeket magukba, ami aztán később a gazdára hárul, ugye, mert úgy érző, felelős az életért, és a gazdára hárul, hogy ezekből a betegségekből kigyógyítsa, életben tartsa, esetleg műtse. Ezzel nem értek egyet, Ági. Hogy azt mondod, hogy minden kutya, amelyik úgy marad meg, hogy mondjuk te beavatkozó az egészre. Hát ez hülyeség. Figyelj, hát van olyan kutya, amit tudok, hogy felélesztettek, megmentettek, és nagyon jó kutya lehet. Tehát számtalan ilyen történetet tudok. Most hát tudom, vannak arra, hogy egy ilyen kutyából legyen egy jó kutya, mindenhol, melyik az alomból a legjobb. Hát tudni. Tehát pont ez van. Hát ott van 10 kölyök, hallod, ez az első választású kölyök is, pont elbeszéltük valakivel, hogy oké, okay, valamilyen szinten ki tudod szűrni, hogy melyik lesz a legszebb, vagy a feje melyiknek lesz olyan, ami neked tetszik, vagy milyen csontozata lesz. De hogy a jelleme milyen lesz. Jó. Nem tudsz látni egy 2 hónapos kutyakölyökön, vagy egy olyan, amelyik... Dehogy ne. De... Hát figyelj, Hidd nem mondhatod ezt tehát. Én meg tudom csinálni. Nekem a kokkerem, hallod? Hát de most én mondom, a kokkerem, ez semmi köze a pásztorkutyákhoz. A legnyomvattabb volt, amikor megszületett, olyan volt, mint egy fehér egér. És megélt 16 éves a kutya. Olyan életre való, és elmondom, hogy verekedett az kuvasszal, és minden. És mindenhol megállta a helyét. Semmi baja nem volt. Miről beszélünk? Ezt nem jelentheted így ki. Én nekem ez a véleményem, tehát én azt mondom, hogy nem lehet ilyen konkrétan a kutyatenyésztésben kijelenteni dolgokat. Ilyen élesen.
Na, de átadom a szót a többieknek is. Marci csak mosolyog. De azt szeretném kérdezni, hogy mire gondol? Mert a mosolyát azt látjuk végig. Végül is iszabbirkózást ígértünk virtuálisan, és azt hiszem, ez meg is van. Meg is valósul. Ez vicces egyébként, mert számomra a legfontosabb egyébként a tenyésztésben az idegrendszer. Vannak bizonyos tesztek, amit a kölyköknél már meg lehet csinálni. 8 és 12 hetesen különböző dolgokat végeznek a kölykön, és meg lehet mondani, hogy az milyen lesz. Természetesen mindegyikről megmondani konkrétan nem lehet. Nagyjából lehet csak kitalálgatni, vagy nagyjából megmondani ezek alapján, a tesztek alapján, és azt sem tudhatjuk, hogy az idegrendszere például, ami nekem fontos, hogy oké, hogy a szülőket látjuk, a nagyszülőket is látjuk, de ami már régen volt, azt nem látjuk. Tehát bármi jöhet. Bármi. Tehát annyira nem lehet biztosan megmondani. Viszont amit az Ági is mondott, hogy ez a természetes szelekció szerintem nagyon jó dolog, ami nálunk nem működik itt a városi tenyésztésben egyáltalán. Tehát ha 12 darab kölyök születik, akkor 12 darab kölyköt nevelnek fel. Legyen az bármilyen. És ugye az sem mindegy, hogy mire tenyésztjük ezeket a kutyákat. Tehát hogyha tényleg azért akarjuk eladni, mert városban adjuk el egy családnak, akkor nem fontosak azok a tulajdonságok, amik igazából fontosnak kellene lenniük. Mert hogyha csak erre tenyésztünk, akkor az egy bizonyos kör. Hogyha másra tenyésztünk, akkor az egy másik alomba kell, hogy szülessen, mert olyan nincs, hogy mindegyikből legyen belőle tökéletes egyed. Tehát nagyon nehéz szerintem is, de ez a szelekció, ez megint csak nagyon nagy probléma a tenyésztőknél. Én szeretnék valamit Ágitól kérdezni. Ági, hogyha te mindig hagyod, hogy természetesen szelektálódjanak a kölykök nálad, úgy az, amelyik gyere, amely odavaló, akkor te milyen alapon jelented azt ki, hogy egy olyan kölyök, ha megmaradna, akkor az egy szar kutya lenne? Mert ő azért esik ki, értem, ő azért esik ki, mert valamitől nem tud a testvéreivel egyenrangú lenni. Nem De tud én megküzdeni értem azt, hogy miért a legjobb ki. Csicsekért. Tehát nem, valami probléma nem, van vele. Nem tud magának helyet csinálni, hogy az anyjánál a legmelegebb részekbe bebújjon. Tehát én tudom, hogy miért esik ki. Nyilvánvaló, hogy azért esik ki, mert nem elég életképes. Igen. Ha kiesik. De hogyha ez kiesik, akkor te honnan tudod, hogy abból nem lenne egy jó kutya egy kicsi segítséggel? Mert nekem nem az a lényeg, hogy segítséggel esetleg legyen jó kutya. Nekem az a lényeg, hogy jó kutya legyen. Nekem nem a darabszám számít. Állj meg, na, mert nekem se a darabszám számít. Nekem az a Én lényeg, nem akarom hogy jó őket, kutya nem legyen. Azért Most jönnek, mindegy, hogy hogy eladjam. Vagy természetes úton. De én azt mondtam, hogy nem jelent. Most beszéltük el, hogy a pásztorkutya az annak születik. Az előbb beszéltük el, és ebben mindenki egyet értett. Hát nyilvánvaló, hogy annak születik, de könyörgöm, egy kölyök, amelyiknek mondjuk van valami egészségügyi problémája, vagy gyengé. Hát akkor az a pásztorkutya mindenek előtt egészséges. Vagy nem úgy helyezkedett el az anyamébe, hogy elég táplálékot kapjon, állj meg. Ne férjen oda úgy, ne legyen annyira erős, mint a többi testvére, hogy oda gyúródjon a nagy dagadtak mellé, és tudjon enni, hát ő indul egy ilyen hátránnyal az életbe. De hogy jelented ki azt, hogy azt a kutyát, ha egy picit megsegíted, nem lehet abból jó? Tehát itt nem a pici segítségről van szó, Iza. Mert hát, jó hogy van, azt hogyha mondtad, kiesik... hogy nálad nincs ilyen. Tehát, amelyik, tehát ha kiesik az alomból véletlenül, azt visszateszem egyértelmű, és ez a pici segítség. A nagy segítség az, amelyiket nem képes oda gyúródni a csicshez, és én nekiállok, infra alatt táplálgatom, vagy esetleg köldök sérvel születik, akkor azt ott pátyolgatom, hogy ne fakadjon ki neki. Érted, miről beszélek? A pici segítség az az, hogy jó, van, ő véletlenül kihúzza az anyja az alomból, azt visszateszem. Vagy elkászálódik, nem. Van olyan, hát hogy ez elmászik. Hülyeség.
Hát ne hülyeskedj, hát az alomból véletlenül kiesik egy életre való kölyök, az visszamászik. Ha attól függ, hogy van az alom, nekem volt a beesett, hát beesett. Nem segítség, ha visszateszi az anyja. De igen, az, hogy egy kölyök beesett így szület... deszka alá, és nem bírt az anyja se bebújni. Tehát egy kis lyukon beesett ő egy deszka alá. Jó, de ez most... Hát beesett egy deszka alá, de az baleset, ez nem genetika, Ági. Az nem, ez ezért mondom, hogy ez a pici segítség. Igen, hát Iza, segítség, nem hallgatsz hát még. Beleesik ez a a pici segítség. Nagyon nagy segítség. Én nem erről Na, beszéltem. Ez a segítség. Nem az, hogy erőltetem, hogy életben maradjon egy olyan, ami nem maradna életben, ha én nem vagyok. Igen, tudom. És mondom, Na, hogy én értem, erről te, miről beszélsz. Csak azt mondtam, hogy nem jelentheted ki, hogy egy ilyen kutya nem lenne. Nincs esély arra, hogy jó legyen. Nem, nagyon van esély. Előfordulhat, de én ezt Szerintem nem... Szerintem ugyanolyan ezt a esély van, lutri... hogy ilyen kutya jó legyen, mint az, amelyik a legéletképesebb az alomba. Én ezt a lutrit nem Ez vállalom én be. Ez saját véleményem. Ezt a lutrit nem vállalom hogy? Be. Hogy esetleg ugyanolyan jó lesz. Hát a kutya tenyésztés az egy lutri, elmondom neked. A tenyésztőnek a döntése. Tehát tényleg ezek annyira, annyira egyéni szempontok, hogy ki hogy dönt, egy rendkívül szubjektív kérdés. És ez itt most jól kijön, mert mind a ketten indokoljátok az álláspontotokat, és nyilván működik is mind a kettőtöknél. Azért mondjátok. Igen, ez egy teljesen szubjektív kérdés. Azt mondta egy nagyon bölcs barátom, hogy megtenni dolgokat, bátorság kérdése, de még több bátorság kell hozzá szembenézni a következményeivel. Igen, és akkor innen hadd térjek rá egy kurflival arra, amit a Marci mondott az előbb, mert az is ide tartozik, ha megengeditek, csajok, hogy végül is ugyanazt a típusú törzskönyvet fogja megkapni, ugyanazt a származási lapot fogja megkapni az a kutya is, akinél egy városi tartásmódra tenyésztünk, ahol azt mondta Marci, hogy ha jól emlékszem az előbb, hogy nem annyira érdekes, hogy igazából a fajtára jellemző készségkészlet mennyire élesen van meg, és az is, amelyet egy aktív munkakörnyezetre tenyésztünk, már hogyha a törzskönyves állományról beszélgetünk nyilvánvalóan. Tehát akkor kérdezném is Marcit, hogy ehhez egyébként mit szóljunk, mert ha én egy külsős vagyok, és nem vagyok annyira járatos még a kutyás ügyekben, akkor én csak azt látom, hogy származási lap, és nem biztos, hogy jól tájékozódom, hogy az én kutyám, akit nyilván én fogok nagyon megszeretni, akihez én fogok nagyon ragaszkodni, az olyan természetű, amilyen, de a másik mellette az miért olyan nagyon más adott esetben. Gondolom, hogy volt neked ilyen élményed már szintén a profilodat látogatókkal kapcsolatban, hogy fölmerült ilyen kérdés, hogy egyfajtán belül miért van esetleg komoly különbségeket mutató helyzet. Hát ez a tenyésztőktől is vett tapasztalat egyébként, ahogy így a körökben forogtam. Ők is azt mondják, hogy egy alomból lehet egy, kettő, maximum három jó kutya. Na most mit jelent a jó kutya? Tehát abban megegyeztünk, hogy ugye a jó pásztor kutya milyen. Na most nem biztos, hogy olyan jó pásztor kutyákat akarnak tenyészteni, mint régen voltak a jó pásztor kutyák, vagy mint amiket most használnak akár Erdélyben. Nekik a jó kuvasz ez esetben az, aki nem annyira önálló. Nem tudom, érted, hogy mire gondolok. Tehát, hogy igazából olyan kis esetlenek, mert nem tudnak önállóan dönteni, csak a gazdára hallgatnak, túl szocializáltak, és egyszerűen hát nem kuvaszok. Igazából nem olyan kuvaszok, amikre az ember azt mondja, hogy na, ez aztán igen. Tehát, hogyha egy ember vesz egy kutyát, és akkor megnézi az almot, hogy ez milyen, és az milyen, és akkor a tenyésztőre kell teljesen hagyatkozzon. Tehát, és a tenyésztőnek kell eldöntenie, hogy annak az egyénnek miért ad. Tehát látnia kell, hogy érte hozzá. Hogy mire akarja használni, hogy mire akarja megvenni, hogy hol fogja tartani.
Tehát igen, és talán egy pici szempontból jó is ez, hogy az alomban nem minden kölyök egyforma, mert így nagyobb a tér, tehát több emberhez eljut így a fajta. Biztos te is találkoztál avval az elképzeléssel, hogy nem kell feltétlenül, hogy sok emberhez eljusson egy fajta, hanem pont azokhoz, akik egy talán egy szorosan vett, standardizálható, leírható minőségi faktoron belül vannak. És talán azok a kis kutyák, azoknak a kutyáknak a jelenléte egy fajtán belül, akik úgymond tágítják, populárisabbá teszik a fajtát, egyúttal módosulást is hoznak nyilvánvaló ugyanebben az értékkészletben. Van, akinek a véleménye szerint ez egy kell, ez egy színesítés és természetes jelenség, de te is tudod, hogy van, aki úgy értékeli, hogy ez egy kerülendő dolog. Tehát te hogy látod ezt a kérdést? Én azt gondolom, hogy ezzel már elkésett mindenki, aki az egyik oldalt akar és a másik oldalt is, mert elindult egy folyamat, ami mind a két irányt viszi, és az a helyzet, hogy a populárisabb kuvaszokból több van egyelőre. És szerintem ez nem jó. Én ezzel nem értek egyet, hogy abból kell a többet tenyészteni, mert ezzel teljesen megváltozik a fajta. És hát, hál' Istennek nem változik meg teljesen, de azért elveszti azt a régi csodálatos tulajdonságait, amiért szeretjük ezt a fajtát. És én ezt egy nagy problémának tartom egyébként. Mindennek ellenére, hogy azt mondják, ugye, hogy kevés kölyök születik egy évben. De könyörgöm. Hát, ha több születik, akkor lehet, hogy még rosszabb lesz. Tehát még rosszabb lesz ez az út, amin elindultak. Tehát ez tényleg lehet, hogy nagyon teljesen kiszűri azokat a tulajdonságokat a kuvaszból, amikért elkezdtek esetleg tenyészteni. Mert azt a kuvaszt veszik meg, amit hirdetnek, hogy a gyerekeket nem bántja, hogy a családot nem bántja, hogy más kutyákkal jól kijön, hogy ő túl szocializált. Oké, ne bántsa azt a gyereket, de könyörgöm. Hát ne is engedjük egy idegen gyerek közelébe, mert az a kutya azért van, hogy a te családodat védje. Tehát nem értek azzal egyet, hogy teljesen ebben az irányba elmenni. Tehát, hogyha jól értem, amit mondasz, és köszönöm a véleményedet, próbálom átfogalmazni, hogy még jobban érthető legyen, és kérlek, reagálj majd arra, hogy te amellett volnál, hogy tartsuk meg a fajtát abban a karakterben, amiben a tenyésztők megálmodták, és sok-sok generáció tenyésztői nemzedék óta tartják meg. Tehát vegyük ezt alapul, akár egy törzsállomány szinten is, és minden egyéb olyan alkalmazási módot macska köröm között, talán nem túl szerencsés ez a kifejezés, de most éppen nem tudok szerencsésebbet ettől. Tehát minden olyan használati mód, ahol ez a kutyának nem természetes közege, de mégis képes rá, az megjelenhet, hogyha nagyon nagy igény van rá, de azt tartsuk meg egy pluszként, de ne az legyen a fő csapás irány, mert akkor felhűvül talán, vagy fellazulnak az eredeti értékek, amitől fajta a fajta. Ezt én így jól értem, hogyha ezt olvasom abból, amit mondasz. Én azt mondom, hogy ez már megtörtént, tehát már felhígult. Minap olvastam egy olyat, hogy régen vadították direkt a kölyköket. Direkt vadították, hogy még a lovasokat is megtámadják. Tehát akkor azért az életüket is rájuk, viszont a javakat rábízták a kutyára, tehát az szükséges volt. Ma már azt mondom, hogy oké, városban erre nincsen olyan szükség, mert most már tényleg hobbiból tartanak kuvaszt is, igazából. Nem, nincs ez a baj, de azért legalább 50-50%-ban meg kellene tartani. Hát gondolom, hogy ezt szakmán belül lehetséges alapvetően, tehát a tenyésztői összefogásokban, akár egy tenyésztői szervezeti szemléletmódban, hogyha erre úgy érzi egy ilyen civil közösség. Hát ez nagyon szép lenne, hogyha így megtörténne, de természetesen mindig az emberi kapcsolatokon múlik sajnos az állatok sorsa is, és mivel hogy az emberek között vannak az ellentétek, ezért a kutyák sorsa is így dől el. Tehát még a tenyésztésen belül is. Ez is egy probléma szerintem.
Gondolom, igen, köszönöm szépen. Iza és Ági, van-e még valami, amit esetleg úgy éreztek, hogy tegyünk hozzá az elhangzottakhoz? Kikívánkozik-e még valami ezen a vasárnapon? Ági, van valami? Vagy mondja ki. Figyelj, én részemről ez túl sok volna, ez egy külön műsorszám lenne, úgyhogy akkor inkább zárjuk le. Kellemes ünnepeket Igen, én is azt látom, hogy már 8 óra 1 perc. Én annyit szeretnék hozzáfűzni, vagy lehet, hogy ez már ma este elhangzott itt, hogy elsősorban a tenyésztők dolga az, hogy kiválasszák, hogy kinek adják el azt a kölyköt. És igenis fontos megkérdezni, hogy mire fogod használni, és hol fogod tartani azt a kutyát. Csak sajnos, hogy a mai világban a pénz beszél, és ezért tartunk itt, ahol tartunk. Ez megint egy szerintem kétnapos téma lenne, tehát erről tudnék beszélni még 48 órát simán. De én is azt mondom, hogy kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Örülök, hogy itt lehettem. Ági, erről majd még szóba beszélünk, visszérünk a segítségről, hogy az-e a segítség, hogy megműteted azt a sérves kutyádra, kihúzod a deszka alól. Erre még visszatérünk. Jó van, de hozzá valami jó finomat mellé. Oké. Rendben, örültem. Remélem, hogy személyesen is Oké. találkozunk. Remélem. Akkor most rátérhetünk arra, hogy ki mit süt karácsonykor, jöhetnek a receptek. Tökéletes, rendben. Hiszem, hogy... Én nekem van a legjobb receptem. Na, mondja. Beülök az autóba, és bemegyek a szüleimhez, mert ott minden van. Ja, értem, tökéletes. Jó. Marci, esetleg neked valamit még hozzá tennél, ami eszedbe jutott, és fontos megkísérni. Nem, nekem is hosszabb lenne. Hát akkor folytatjuk, hölgyeim. Folytatása következik? Akár. Csinálunk egyet? Hát igen, Na, hát akkor... erre gondolhattál volna, Gyöngyi, hogy a csajok sokkal többet dumálnak, mint a férfiak, és a csajoknak 2 óra nem lesz elég. Csak egyedül 2 órában még tudtam volna dumálni. Nem tudjátok, mit fogunk csinálni, hogy négyen összeülünk majd időnként, és aktuális pásztorkutyás dolgokat meg fogunk beszélni. Úgy látom, hogy rendkívül jó megy nekünk. Tehát ez a négyes fogad, úgy érzem, hogy nagyon összeérett itt ebbe a 2 órába. A fiúk nem bírnak 2 óránál többet ülni és mindent hallgatni, én ebben teljesen biztos vagyok. Köszönjük szépen nekik, hogyha leültek, már pásztorkutyás fiúkra gondoltam. Tehát, hogyha leültek és meghallgattak minket, a többi csajok azok nagyon szerettek minket, ez biztos, mert itten minden volt. Igaz, nem árultam el a Beigli receptemet, ami Messzeföldön híres, de majd fölteszem a Facebookra. És hát akkor boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. És folyt köp, tehát ez a négyes fogat visszatér, kérem szépen, és aktuális pásztorkutyás témákat fog időről időre kibeszélni. Köszönöm szépen, boldog karácsonyt! Boldog karácsony! Boldog karácsony! Boldog karácsonyt mindenkinek! Sziasztok! 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 Sziasztok!